Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 17-es perccel. Jó reggelt mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Hello. Fönt vagy? Fönt. Szivacsilag, meg fölraktad? Fölraktad, jó van. Kis dologatás, kis igazítás. Azt nem tudom, hogy aki leveszi, vagyunk. Az miért? Tehát, hogy akkor a sajátját fölrakja, és aztán elviszi? Szerintem igen, szerintem, és akkor neked már nem kerül föl. Ja. Mert az ül nekem mindig olyan rendes fölrakja. Hát, zsül egy úr, mi zsül egy rendes ember. Zsül egy rendes ember, igen. Jelleg. Fölkerül a kis szivacskám. Na, hát mi újságban, elérkezett ez a kedés. Minden oké, okay, mindenkivel? Minden rendben van, gyerekek. Hát picit mattolt a tegnap idő minket, azért valljuk be őszintén. Kikészültél? Hát igen, mert nem az a kellemes meleg volt a mi hétvégén, hanem ez a szál, hát azért az odacsapos, ilyen ütős meleg, nem volt túlságosan kellemes, de hát kellemesé lehet tenni nyilván ezeket a nehéz pillanatokat is, hogyha az ember mondjuk így hetente hétszer elgyalogol ebéd után az a kedvenc fagyizójához, ami ott található pár utcára tőlünk, aztán benyom egy 4 gombócot apának, 3-at anyának, 2-t meg a gyereknek, ha jönne, de nem jön. De visztek meg legalább? Nem, visz a franc. Vagy franc, nehogy már, jöjjön el. Érdekes egyébként, hogy a jányom elég jól meg tudja húzni azt a határt, ami a függőség és a kedvelem az édességeket kategória között van. Ő nem olyan függő, mint mi, fura módon. Pedig minden oka meg lenne rá, mert azért látja a szülőket, hogy nem kevés szerencsi cukorgyár belőletek él. A gyerek, hát lehet mondani egyébként, igen, de most már nyírfa cukorgyártók is, tehát hogy keverjük az okosat a kevésbé okossal, és hát a gyerek az azt mondja, hogy ő nem kér. Tehát, hogy ennyi. Most 13 éves korában olyan öntudata van a gyereknek, hogy azt mondja, hogy nem. Mert nem fog rajta jól állni a két részes fürdőruha, mondja ő, amit egyébként amúgy nem vesz fel. Tehát, aha, hogy itt tök jó. De szeretne majd. Önálló akarat, az sosem baj. Szóval az mindig jó, ha a gyereknek önálló akarat. Van. Önálló entitásként nevelitek a gyereket, az mindig jó. Nagyon jó. Minket azért ez nem akadályoz meg benne, hogy szépen aztán elslattyogjunk minden ebéd után. Picit azért mondjuk így rá lehet csúszni a dologra, tudod. De rázárod az ajtót, nagy kiszökjön, ugye? A gyereke? Aha. Persze. Ja, de miért hova szoknak, kocsmába felesezni? Ja, vagy mit tudom én, lehet, hogy azért. Kimegy, azt hiszik egy jó égert, nem? Igen, egyébként tényleg meleg volt tegnap. Én is a városban voltam ezt azt intézni, és az egy cudar. Cudar idő volt. Mm. És azt mondják, hogy ma még 2 fok. Az a jó. Az a jó. Az egyetlen autentikus hírszolgáltatót az országban hallgattam, az előbb Ákost, és 2 fokkal még rádobunk. Most 38-akat mondanak. Aztán az erős. 10-es esés. Holnaptól. Igen, sajnos vége a jó időnek. De majd visszajön. Visszajön a hétvégére. Visszajön. Meg kell az a kis eső. Hát ez a 23-24, ez péntek szombat, azért ez nem tűnik soknak. És vihar lesz, borús, mert azt mondják, igen. Viharos időjárás jön, meg mi az jég. Szakadó esőt mutat az ifonom, de hát majd ezt még elolvassuk, az még addig azért frissíti magát. Ez tökéletes, amikor a gyerek mondja, hogy vihar van, mondom, Jézusom, hol? Korzikán. Látja. Igen, mert előtt csetelget a kis haverjaival, és akkor van a Korzikán, igen, hát van egy Korzika, egy kis francia állampolgár kis gyermek, hát kinyílt a világ. Ennyi. Nem hivatjátok meg magatokat, ott azért van mit nézni. És ráadásul borászatuk van a gyerekeknek. Akkor viszont a gyerekeknek elég menő. Legyen ilyen cserediák üdültetés. Kicsit átmész, te vagy, de eljátszott, hogy te vagy a diák. Nem, te vagy a diák. Csókolom. Zsákot a válladra, a korzikai diák meg átjön ide. Megmondod virágnak, nyugi virág, én megyek helyetted. Így van. Fölrakod a kis okulárédat, egy leokoplasszal leragasztod, fölvesz egy átizsákot, kimész, csereüdülsz ott egy hetet. Nagyon a korzikai ide, és a korzikai is jó. Meg is vagy kicsit külföldön. A fagyizót neki, érted? Csomó mindent tud a kerületben mutatni. Nem mindegyikkel cserélnénk, mert van egy lengyel kislány, és ő egy 10 emeletes panelben lakik. Ő maradjon, ahol van szerintem. Az nem annyira jó. Nem cserél. Az nem tűnik annyira jónak. Valahol a Varsó külterületén egy lengyel panelban. Az nem tűnik azért annyira jónak. Vagy hát legalábbis, de már minden jobb, mint mi, és gazdaságilag legalábbis, de azért egy varsói külterületben nem menjen. Az nem. Hát az nézelődni nem. Van, mit aludni, meg tudsz a panelben. Mondjuk ebbe is van. Én voltam cserediák Franciaországban 13 évesen, és azon gondolkodtunk anyámmal, mert mi kimentünk, valami kis kastély parkjában laktunk kint, bevittek Párizsba, és azon gondolkodtam, hogy mit fogunk mutatni a francia fiúnak, mikor jön új kígyósra.
Ugye? Tehát, hogy ott laktunk valami családnál, három napot, gyönyörű volt, nagyon imádtuk, és megérkezett a francia fiú egy ekkora izével kiszívott nyakkal, mert ő szerelmes lett állítólag útközben, ahogy ott elmagyarázta, és három napig ott ül. Az egyik jégkezelőben van. Azt nem tudom, de valami kis csajjal összejött. Igen. És akkor három napig ott volt nálunk új kígyósan, nagyon dolgoztunk, hogy ki tudjuk hasznosan tölteni az időt. Elérjük Gyulára. Kastle, azt megmutattuk neki, nagyon mosolygott, nagyon mondta, hogy nekik is van egy kastély, egy, aha, egy nagyobb nincs nekünk. Igen, nincs jó emlékünk róla, de nekik azért van. Van egy nagyobb, azt elvittük a gyulai strandfürdőbe, ott is. Hát akkor azért látott valami. Persze, megmutattuk a nagy magyar rögvalóságot. Pázsájút, neungarisi trapista, sajtunk is van. Igen, nem is rossz, és nem is ennyi. Franciának a trapistát megmutatni. Azért azt tudod, nem tudja értelmezni. Azt nem annyira tudja értelmezni. Jó, az nem, hogy megkérdezi, hogy van benne tej. Igen, hogy ez micsoda tejipari melléktermék tulajdonképpen, bár már egész jó minőségű. Viszont megtaláltam magunknak a tábort. Na. Már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy ugye gyerekeknek tábor találni, és hova küldöd el a gyerekeket. Hova menjenek? Nem a gyerekek, hát most az engem nem érdekel. Már most magunkra nagyon gondoltam, jó. Gyerekek, megvan a vonalzó 18 pluszos tantra tábor. Oh. Így kezdők, egyedülállók is mehetnek, lehet menni családa is, de az nyilván nem annyira vicces. Naturista tantra tábor, tehát ez van, és akkor és nem Magyarországon van, el kell mennünk külföldre, Horvátországban találtam tantra tábor, és akkor ilyen programok vannak, hogy esti agyagpakolás egymásra. Van éjszakai fürdőzés, másnap van a nappali. Tavalyi táborról van fotóalbum, mert hogy akkor először nézzük meg, nehogy az legyen, hogy aztán oda menjünk, és így... Igen. 60 pluszos nagyon kemény műveket kell majd agyagpakolni. Már ott, hogy gyúrják az agyagot, tudod. Ők már nagyon várják a Granny, ő már nem is Milf Granny. Granny-ből megpolunk. Lapockájukra dobott mellett. De azon gondolkoztam, hogyha mondjuk egyedülálló férfiak lennénk így ki a 40 alatt, ki kicsivel a 40 fölött, hogy akkor elmész egy ilyenbe. Külföldön igen, itt belföldön nem. De külföldön, ahol nem ismernek, ott simán. Ott szerintem simán. Szerintem tök jó kaland. De ahol vannak korabeli nők is. Tehát tényleg nem az van, hogy ott van, nem tudom, a kis Oleg, és akkor ott pakolom rá az agyagot, és 60 éves, 60 éves nem tudom, Splitből érkezett horvát lakosra, tudod, hogy néz rám nagy szemekkel, és egyébként férfi, szóval, hogy ezért nézzük meg a fotókat. És akkor van ilyen bemutatkozó est, mint minden tábornál, ahol ismeretlen emberek vannak, és te ott állsz, ugye anyaszok. Elbámlazod a farkaddal, hogy ki vagy. Mi a szakmája, mutassa? Gyere! Vagyok gyasztom, én vagyok, ne jöttem. Az mennyire menő lenne. Bábját ég mindenki a saját nemi szervével. Na, ismerkedés ilyen. Ki mit tud előadni? Kinek milyen sztoria van? Kinek sárkány, kinek ez, kinek az? Nem lenne rossz egyébként. Reggeli jóga van, ugye a tantrikus gondolom én. Az jó. És akkor utána mennek a napi programok, közös főzés, azt is például ott lóg egy mind mesztelenül? Ott azért. Tehát mind mesztelenül. Hát persze. Ez csak külföld. Nyersételegre szavaznék, mert ott én... Belehullik ez az. Hát ott érted egy jó flekken sütés közben, vagy érted egy pár palacsintát oda dobtak, tudod, azért történnek balesetek. Igen, azért ott vigyázni kell. Na jó, hát ezt meg kell nézni. Nézzünk fotókat. Keresünk az interneten. De tényleg akkor tavaly a 2015-ös tábornok is fotóalbumába lapozzunk bele, nézzünk meg. Ki a táborvezető, ki hogy van, milyen szobákban alszol, milyen csoportok vannak. Tehát, hogy hova osztanak be, meg mit kell róla? Mit kell róla? Táborvezető Margó néniről egy fotót, tudod, színes-széles vászonba, aztán ők elveszik a kezdet. Na jó, van, hát akkor inkább. Ennyit nem utazom, ennyit akkor nem érez a dolog. Margó néni, akkor inkább József Attila tábor Szárszon. Lehet, hogy akkor inkább oda kell menni. Jó, már más nem nagyon történt egyébként, nyugi van. Nyugi van, mindenki van, minden rendben van. Annyi van csak, hogy ma szeretnék egy olyan napot, hogy mindenki egy fokkal jobb fej, mint amennyi egyébként, mint amilyen egyébként szokott lenni. Azt veszem észre, nem a villamos vezetőkre gondolok konkrét, de hogy így nem akarom csak rájuk leszűkíteni ezt a kört, de tegnap volt egy nagyon kellemes élményem megint velük kapcsolatban, jöttem ki egy hipermarketből, természetesen felvért ez a két szatyor Mirelittel, ahogy az már lenni szokott, rohantam, mint az állat, hogy elérjem a villamost, el is értem a villamost, és én úgy éreztem, meg igen. Két csomag Mirelittel rohantam, hogy elérjem a villamost, aki szandálomban a forró betonon. Nem, na jó, legyen akkor szandál.
nem az volt, de nagyon szedtem a kis pacskáromat. Cipőben van. Megolvadt a Mireli borsó. Figyeljetek, és azon, hogy én érzésem szerint el is értem időben. Nagyon örültem neki amúgy, mert tudtam, hogy 10 perc múlva jön a következő, és azért nem annyira jó dolog, hogy az alsó állomáson áldogálni, ha 35 fokban. Na és hát ugye a villamosvezető úr szerintem vagy nem használta a visszapillantó tükrét, vagy nem volt annyira fogékony az én szenvedésemre, vagy a várható szenvedésemre, mondja, hogy becsukta az ajtót, még egy picit várt, hogy még áldogáljak ott, egy kicsit szerencsétlen, hogy azért még a föntiek, akik már fönn vannak, azok lenézve, látassák is kicsit. Nem, nem ez volt. Azt belenézett a tükör, és azt mondta, hogy Jani? Aha. Jani? Jani. Na. Ő az? Jani. Nem mindegy. És mire megfejtette, tudod te nyugodt, álltál a két kis Lidl szatyrod. Jani? Ő volt. Nem az egyenes. De ő az. Na, mert indulj. Azt elment. Ott hagyod. És igen, tehát hogy így még rá is léptem a lépcsőre, az a baj, hogy egyre könnyű, most már így, hogy 60 kiló alatt vagyok, így most már nem érzékelő, úgy látszik a padló, hogy ráléptem. De hogy ott állsz szerencsétlenül, és tudod, tehát hogy lehetne egy nagyon picit, de tényleg csak egy picit, tényleg egy ilyen hangya pöcsnyit, lehetne jobb fej. Ilyenkor az ember. Legyen mindenki ma egy picit jobb fel a másikkal. De neki melege van, tudod? Neki is van egy menet ideje, menni kell. Menni kell. Neked kinyitja, akkor már ott szalad a következő, ott szalad a következő. Egyetlen műfaj a BKV-zás. Egyik kis, hogy hívják, kis proli, meg kis nyugdíjas. Másik után. Vagy odaérsz, vagy meghalsz. Szator mirelitekkel persze, soha nem ér véget. És aztán megint aztán ráadásul pirosat kap, mert jön a vonat keresztbe, be tökre érte. Na miért mentél oda kopogtál? Most te egy ember vagy, azt nem tudsz az ő fejével gondolkozni, Jani, hogy ő tömegekben gondolkozik. Ja, érted? És a tömegeknél van lemorzsolódás. Tehát nagy átlagot veszel, olyan nincs, hogy mindenkinek jó a tömegben. Vagyok, hanem a pejva. Kidobott magából. Csak ő érted, ő nézi az egészet, a nagy masszát, akit el kell vinni A-tól B-be, és te vagy az a... Meg lehet, hogy aznap meg már én lettem volna a 20. Akit megvár. És azt mondta, hogy nagyon, most már tényleg nem. Most már, de most már tényleg. Igen, 19-en jó volt. Most valószínűleg így gondolkodnak már, hogy oda, ugye mondjuk mit megáll a nyugatinál a kombinó, ha nem zárja be, akkor mindig jön valaki föl az aluljáróból. És még mindig van egy, aki fut. Tehát valahol ennek véget kell vetni. Hát na most pont már tényleg véget. Most már rendnek kell lenni. Rendnek kell lenni. Na mindegy. Azt nem értem, hogy ha látja, hogy futsz, és még nyitva van az ajtó, akkor azt miért nem várja meg, hogy odaérsz. Mert fut a következő. Be van csukva, és akkor kezdesz rohanni és kopogni, azt már megértem. Mert hát ha tajtónál futok. Más a célpont. Menni kell, hát ez volt egy ilyen műfaj. Ez ki van írva, 6:19, ott kell lenni. Mert lehet, hogy a tüzéptelepre futottam, mert hogy mit tudom én, hogy elfogjon a viakolor, vagy tudod, a faszén. Hát most mit tudod, azt mondja, hogy ezt nem látja. Te megtettél mindent, most miért mondod, hogy faszén? Érted? Ne legyél ennyire szigorú. Magaddal te futottál, mentél, ha nem várt meg. Tehát ezzel túl reagálom a dolgot, tehát hogy ez egy picit, ez a 10 perc ott a hagyévjákban árnyékmentes helyen. A csöpögő a kezembe, a csöpögő szatyrok az egy picit olyan kellemetlenül érintett, lehet, hogy túlreagálom. Nem akart, hogy te összecsöpögtesd a villamost. Az is. Így van. Itt van villamos, busz, vezetői hitvallás. Aki fut, a sportol. Igen? Aki integet, így van. Búcsúzkodik, az utas a megállóban áll és vár. Ennyi! Szaladgálunk ott Mirelitez zacskóval, meg igen. Kis zöld borsó, kis sóska, kis pelut, kis izérúkola, meg nem tudom mi készült este. Miért kell annyit csacsogni a pénztárnál? Megint szép napunk van, meg magának is, meg köszönöm, meg viszontlátásra értem. Így van, megint puncsoskodtál ott, egy jó pontért, meg ott dolgattad, hogy melyik borsó az olcsó. Fogadjunk. Fél óráig válogattad, hogy igló borsót vegyél, vagy nem tudom milyen borsót vegyél. Kiválogattam hátulról azokat a termékeket, még később jár lesz végnézhet, hogy milyen gesztenye masszát vegyél érte. 3%-osat. Miért nem vásárolok egyszerre be egész hónapra? Hihetett, hogy kis proli vagy. Tényleg. Hát persze, hogy lehet róla. Hát akkor nem lenné ilyen nézést. Tuszi-muszi, akkor már ott lenné az ötvenesen. Már rég. Már ennyi. De ha te válogatsz, meg nézel őt, nem úgy van az. És csináltad ezt? Ezt csináltad? Ez volt a tegnap. Összeomlás az 50-es, nem tudom hol szálltál, összeomlás Lőrincen, nem adtad elő? Igen, ez még Kispest volt pont, Lőrincen Kispest határa. Semmi, Jani lekésztel, illa most mindig egy csinálja. Nézd, van egy olyan mondásom, tudod, nem az élet kemény. Hanem igen. Te vagy csicskor. Ennyi, hát nem tudunk ezzel mit csinálni. Hát, milyen jó, hogy behoztad ezt a sztorit, nem? Hogy melléd álltunk? Hogy kisegítettünk? Egyből, hogy tanultam belőle. Tanultam belőle, többször nem fog előfordulni. Nézd, az élet meg akar tanítani, hogy most
a 316 forint egy kiló zöld borsolyt, 318, az nem ér meg 20 perc dilemmát, nem? Tessék rámarni, egyre betenni, ott vagy a villamoson. Vacilálsz, hogy most íz égesztenyepüré, ezt égesztenyepüré. Hát, mire voltál, szétfagyok ott a szandálomban, érted? Messzire kis talpacskáid már így is nagyon fáztak, érted? Már megörbültek a lábújjaim, olyan ideg volt. De te csak válogatsz. Igen. Kapaszkodtál ott a kis pultocskába, a kis szandálodba, a kis lábocskádban. Villamos az ilyen, az ilyen műfaj, de sok. Neki mennie kell, őt nem érdeklik a mirelitek, érted meg az árak. Meg még visszamentem baby kukoricáját, az is biztos baj lesz. Én valószínűleg ez egy hét ad egyébként fölőről lesz, szóval, hogy szerintem aki valaha volt gyorsi és autóba ült, az a BKV-re vagy születni kell úgy, hogy sosem autózol, de ha egyszer autód van, ezt nem bírod ki, szóval azért ez szerintem autóval egyszer visszaszállni, BKV-zni, az én ott kapnék agyvérzést. Hát igen, nem egyszerű. Meg reggelenként, amikor ugye már örülsz nekünk, csak egy büdös bácsi szállt föl, és nem kettő. Úristen. Ma kettő volt. Csak, hogy ez a nap is szépen induljon. Na, le a kalappal, tényleg. Na mindegy, hát ez jutott. Hát ez kapta. Na jó van. Oké, akkor tessék jelentkezni játékra, drága hallgatók, jó? Elmarad most az ismétlés, egy picit később kezdtünk, úgyhogy lássátok, kivel van dolgotok, most akkor nem ismétlünk, hanem inkább bennünket hallhattatok. Viszont már azt nézem, hogy van egy közlekedésünk. Még egészen korán Soproni határon egy órás sor, körülbelül 2 kilométer, megint ellenőrizik az osztrákok. Hát ez 6:30 jött, lehet, hogy azóta javult a helyzet, írjátok meg, hogy mi van. Jó, tudjunk azoknak segíteni, akik arra mennek. A Soproni határátkelőt, illetve a Hegyeshalmi határátkelőt is, hogy megint szívóznak-e a szomorú osztrákok még mindig. Vagy már esetleg igen. Elrakták a spárcba ezt a 2-0-át, és megemésztették. Múlni nem akaró fájósebb. Ez nagyon fog nekik fájni. Igen, igen. Na jó van, akkor küldjetek híreket. Jó, Ákos elmondja a legfrissebbeket, aztán jövünk a játéka, hogy állunk. 1-0-ra vezetünk. Jó vagyunk. Ez a mi hetünk lesz. Rendezzük az erőviszonyokat a héten. Muszáj. Jó van, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Kilenc perc. Hol a pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Már is játszunk. Előtte gyorsan egy pici közlekedés, Hegyeshalom teljesen jól járható. Úgyhogy ott senki ne aggódjon. Kint vannak a rendőrei, kifelé az osztrákok, befelé a kamionoknál a magyarok ellenőriznek, de úgy néz ki, hogy zavartalan a közlekedés. Ahogy szokták volt mondani. Köszönjük szépen annak, aki elküldte, többen is egyébként. Csendnyugi egyébként, ennyi? Csendnyugalom és abszolút. Abszolút békesség. Úgyhogy játszhatunk is, már itt is van a hallgató. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a válasz. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Móni, honnan hívtál minket? Én most jelenleg Sopronban vagyok. Sopronban? Ausztriába tartunk kifelé. Csak nem akarom ezt hallani. Csak nem. Mit csinálsz? Tartunk ki Ausztria fele, vásárolgatni. Ja, vásárolgatni, azt hiszem, hogy kint dolgozol. Azt hittem, hogy ott kint dolgozol. Pandorfba. Nem, Vestöltenig megyünk. Tudsz még egy jobbat? Tudunk. Ja, hát a Sopronnál igen, ott klasszul Bécsig is el lehet menni egészen. Kicsit hosszú az út. Móni, egy picit halkíts le, légy a rádiót, jó? Mert mi itt bezavarodunk nagyon. Itt vagyok, lehalkítottam. Egyedül vagy többen mentek az autóban? Ketten vagyunk. Ketten vagytok, kivel? Vár oda? Hát, igen. Nem dolgoztok ma, vagy hogy tudtok ma kimenni vásárolgatni, vagy nincs munka? Hát, hogyan mondjam. Mi ezzel foglalkozunk? Ilyen flómartokba szedünk össze. Behozod és eladod egy kicsit drágában. Jön a Kasucci farme, jön a Kasucci kintről, Kasucci. Kasucci gatya. Aha, tehát ruhákat hoztok be és adjátok el Magyarországon. Nem ruhákat, nem, az már lejárt. Akkor várj, akkor mi most a menő? Mindenféle. Nekem úz? Kávé, ital, automata, kisgépe. Műszaki dolgok. Aha, de jó. Megint ott tartunk, hogy olcsóbb kint a hűtőláda, mint itthon. Ott vagyunk. Biztos. Igen, ne csináld, komolyan. Hát csak már, nagyanyát nem kell vinni. Ami nekik már unalmas, az nekünk még új. Ja, használtam. Hát akkor lomtájtásokra mentek, és akkor lomtájtásokon összeszedtek a... Igen. Jó az. Nekem a kerékpáros vonalabból kifejezetten szimpatikus. Őszintén. Tényleg. Na jó, van, mehetünk? Messze vagyok. Mehetünk. Kivel játszanál, Móni? Balázs. Tessék.
van egy nevű. Balázs, az én vagyok. Játszanék? Ja, Balázs. Jó, szóval, hogy Balázsra. Balázsra. Okay. Jó, Móni, figyelj, ennél több kell majd a játékban. Jó? Tehát ennél, jó. Ennél jóval több kell. Jó? Jó. Oké? Okay. Na, Jani? 3, 2, 1, fire! Na, miket hoztok, akkor mesélj még erről kicsit. Hűtőszekrényen kívül még mit? Tévé, mosógép. Megy a tévé is? Megy, igen. Ott a végén! Gyerekek, mennünk kell, mert a múlt heti vereségünk után nagyon, nagyon menni akar. Pedig a Jani már átcsúsztatta a cetlit, hogy kérdezd meg, hogy bringa van. Persze, így van, egy jó kis szorzóváltos, tízszerűséges pukkot, egy ilyen kis országúti bringát hozhatnátok, megkímélt állapotban. Jó, az se baj a női. És hol adjátok el egyébként? Tehát fölrakjátok internetes honlapokra? Vagy ott a helyszínen, ahol laktok? Nem, helyszínen, ahol lakunk, meg piacra járunk. Meg amit mentek piacra. Menő. Kicsi olcsó Ausztriából, meg kicsi drágában piacon el. Jó van. És van, ahogy mások is kimennek, akkor ugyanúgy ott kell ülni a szajré mellett, mint a 8. kerületben, vagy nálunk a 13., hogy a nagymamát leteszik a lomok mellé? Nem, már nem az a világban. Na jó. Hát, nagyon. Móni, elköszönöm. Most már keményebb. Keményebb, igen? Keményebb, persze, átutálnak minket, mint a szart. Jó híret. Vagy jó hírünket viszed. Na. Igen. Oké. Okay. Jó van, Móni. Hát, rövid játék volt. Ez egy nagyon rövid játék volt, igen. Köszi a játékot, ciao. További szép napot. Hello. Szia. A Bacsi-Zsilinszky utca Lázár utca sarkán dugó van, mert mindenki a küküllő kocsmával siet. Köszönjük szépen. Hegyesalom tényleg jó járható személyautóval. Mindkét irányban. Köszi. És ennyi. Most ennyi. Elég ez nekünk. Mit hozhatnak még? Mindenféle műzeki tudod? Megy a motyózás. És honnan? Szerintem ezek ilyen családi házak. Tudják, hogy mikor van a klomtalanítási időpontok. De azt csak vizsgó kérdeztem, arra mondta, hogy nem lomtalanítás. Tehát azt mondta, hogy ezt csak mondtam, hogy lomtalanítás, hogy ó, leültök valamit, de mondta, hogy nem. Tehát nem, szerintem ezt valahol megveszik. Használt. Hát ez a használt cuccokat hoznak be, szerintem is drágában eladják. Azért egy lomtalanítós sütőt azért, azért már nehezen adsz el. Igen, de azért nem fognak utálni, hogyha a hivatalos helyeken veszed meg. Igen, ott kiteszik, tehát ott olyat tesznek ki, amit te még simán beraktál. Igen, persze, a lomiznak, és akkor azt adják el. Igen, hát 89-90-ben jártunk ki. Egy megbízásból autókat hoztunk vissza, és akkor az volt a deal, hogy mi még ott turizhatunk egyet. Kiraknak olyan hűtőt, aminek semmi baj. Igen. Miért dobják ki? Azért, mert neki már kicsi. Kerékpárokat, fűnyírót, minden. Ja, vagy igen, például, akkor lehet, hogy az egyás, akkor én hallottam félre valamit. Az egyás hűtőt ő kirakja, mert már 3-ásat vesz, hogy A pluszosat. Aha. És akkor azt ő kiteszik, kész. És azt te behozod és elpasszolod. Behozod és elpasszolod. Menő. Mit tudnál ott goberálni, mi? Vicceltes. Téged ott letennélek egy ilyen halom mellett, és másnap estig, mint Yoda, birodalom visszavágva. Az a baj, semmit nem adnék el? Igen. Térdelnél egy hűtőben, és így dobálnál ki mindent, mint Yoda. Ne, én inkább a kerékpárvonalra mennék rá. Azt nem, egyszerűen nem is tudnám őket eladni utána. Olyan szép cuccok vannak. És miért nem szeretik őket? Hát ha már ők kidobtak, már nem mindegy, hogy kiviszi el? Vagy? Hát lehet, hogy azért, mert bizniszt csinálnak belőle. Ja, mert ugye tudják, hogy mi a magyarok megjöttek, eladják. Igen, meg vannak azért egy páran, szerintem nagy lehet a konkurencia. Az ránk nézve az elég ciki. Vagy megy a veszekedés. Mennek meg a torzsalkodás, és nem annyira örülnek neki. Ugyanaz, mint itt, amit látsz. Te is lenézed azt, aki ödön, és akkor elviszi, vagy úgy, hát úgy nem lenézed, de úgy nem szereted, a szét tudják. Meg a szétdobálja a szemetet, ott ordibál a két csapat egymással. Mit gondolnak rólunk? Ha tényleg ez történik, akkor ne, mit gondolod, hogy a baj? Reméljük, hogy ez a része. Ugye lomizós népség vagyunk, aki megjelenik a lomra. Jó, hát valljuk be őszintén, sokanak mindig egy picit lenéztek minket. Igen? Hát akkor 2-0, gyökerek! 2-0, gyökerek! Szevasztok! Bénák! És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók! Itt a klímakapcsoló valahol, én ezt kibekapcsolom meg. Ákossal nagyon szenvedünk tőle, de közben aztán pillanatokat annyira meleg lesz. Hány hogy fokot akarsz, gazdám? Hát, 24, csak Ákossal kibekapcsolgatjuk, mert néha nagyon. Hát, de most kell. Az ami jön belőle, az nagyon orfacsaró, nem tudom, viszont utána meg 30 fokon a stúdióban, és akkor elalszunk. Egy másodperc szaladt ráadásul. Egy másodpercet bealszik mindenki, igen, úgyhogy ez meg nem túl szerencsés. Úgyhogy majd akkor kapcsolgatjuk. Kapcsolgatjuk kiben. Ez a változó kormány.
Igen? Ez a hőhullám, ez már a változókor? Én például egyet nem érzem, hiszen már átpillentem a másik oldalra, én már megváltoztam. Már kicserélődtek a sejtjeim. Nem, neked már mindegy, azt tudtuk mondani. Ki az, aki egyébként érzi ezt a 7 évente sejtcserét, amit szoktak mondani, hogy 7 évente ugye a szervezetben mindenit kicserélődik, és ezeket a periódusokat van, akinek ez így leesett már, hogy tényleg ez így is van? Mert ezt mindenki állítja, hogy a 7 évente is akkor izé. Szerintem senki nem érezte meg, tapasztalta még ezt. Hogy jobb éved van. Még gondolom, ez nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem hogy megszeret egy ételt, amit eddig esetleg nem szerettél. És hogy felpörögsz. Igen, tehát mit tudom én, igen. Tehát azért ez valószínűleg nem így történik, hanem átalakulsz egy kicsit részben. Tehát 20 évesen már fáradt vagy, ugye elkezdődik az átalakulás, 21, 3, 21 és 22-re kicserélve. Semmi történt. És 27 évesen meg már nagyon friss vagy. Szóval szerintem ez ilyen szépen apránként történik meg úgy, hogy egyszer csak észrevezel, biztos neked is van, hogy szeret egy ételt, amit eddig nem szerettél, vagy mit tudom én. Más nem tudok mondani. Elég volt, hát a karfiolleves volt ilyen egyébként. Oh. Egyszerűen gyűlöltem, és valahogy sikerült így az évek során megszeretnem, de most ezt nagyon komolyan mondom. Vagy a sajtok közül például az ilyen Rockfort jellegűek azok, amik gyerekkoromban nagyon-nagyon odaütöttek. Tehát, hogy így egyszer-egyszer megkóstoltam, és Jézusom, borzalmas. Most meg a gyerek mondja ugyanezt. Tegnap csináltam neki egy kis mártogatót, és mondta, hogy... Ez többet nem. Igen, hogy, ez többet nem. Hogy igen, hogy kínáljon meg vele a klótyomanót. Rendes gyerek. Hát legalább őszinte. Az anyjának se ízlet. Nekem bejött dacból. Jó, de magadnak csináltam. De finom ez. Jó. Olyan finnyások vagytok. Jó, már az emelek csinálja, meg kell enni. Persze. Hát nem, mert tudod, megromlott az áldogálásban, megállod. Most őszintén ez férfi vagy nőjének kérdezi valaki. Ki? Imanyi. Imanyi, dodgiszósáj. Hát, ez egy nő, nem? Most a Z-bet itt lajták, hogy Zimány, de hogy... Zimány. Álljátok, Zimány és kedves Feri szakítottak, és Zimány már egyedül látták a Szandon, tényleg? Hát, most mondta, hogy házasodnak, nem áll. Állítólag, hát nem tudom, ezt írja a bulvár, de hát tudod, hogy ezt mindig úgy kell kezelni, hogy elhidegültek egymástól, és véget ért a lát. Képes összefoglalót láttam Lindusról, hogy az élete boldogsága, ezt egy nyitott kabrió jelentette ugye az első képen, de hogy az sokak életének boldogság egy ideig. Hogy meg vagyok. Azt mondta, hogy ő az a fiú, akivel hogy Feri az a fiú. És hát akkor most hát már nem ért rá. Lehet, hogy rossz indulat a bulvár volt. Egy lefotózta egy rossz indulatú fotós, illetve nem is a fotós, szemetek. Nem volt rossz indulatú, és egy bulvárlap, vagy egy internetes orgánum megírt, hogy külön bulisztak, vagyis már elhidegültek. Most lehet, hogy Linda elment inni valamit, vagy Feri elment pisilni egyet. Most elmegyek a kocsmába egyedül, vagy a haverokkal, és úgy lefotóznak, akkor szakítottam. Akkor már baj van. Akkor már nagy baj van. De miért? De mi lehetett az utolsó szög a koposabb, hogy Tom Hanks Magyarországon forgat? Hát nem új volt ez a 911-es, hanem használ. Nem tudom, hogy mivel verhették be egymás koporsójába szöget. De mondom, nem biztos, hogy így van. Szóval, azért, mert valaki megírja, csak hogy felvetettem, hogy hát napra készebbek vagyok. Én nagyon örülnék neki. Annyi rossz hírt lehet hallani a világból mindenhonnan. És ők annyira megérdemlik ezt. Egy álom törnet darabokra. Egy csodálatos történet. Egy csodálatos történet, igen. Na, nézzük a közlekedéséreket. Tar és Mátra Verebély között korán keltek a rendőrei, 60 felől érkezőket igazoltatják a 21-es számú főúton. Meszka küldte nekünk, Budapest-Dunaújváros vonalom, 20-25 percet késnek a vonatok, biztosító berendezés meghibásodása miatt. M86-84-es könél a felüljáróról mélik a Szombathely felé haladók, a Szilárd üzente nekünk, aztán szeretnék F1 jegyekért játszani, gyermekkori álmom egy szupergold jegy. Lesz rá lehetőség, ugye a hármas ugrás ezen a héten a Forma 1-ről szól, és mind a három kérdését lehet kapni, vagy jegyeket. És olyan rendik leszünk, mint tegnap? Né. Hát tegnap rendik voltunk. Nagyon. Nem lesz. Hát jó lenne tudná választ hallgatni. Igen, az nem ártana. Csak hogy a látszat kedvére, hogy mégis nem akarjuk odaadni őket ingyen. Igen. Na, még visszatérve, jaj, csuklom. Na, jó van. Ijeszhetek meg majd, jó, amikor nem számítok rá. A bolha piacoznak, megírták a hallgatók, én ezt nem hallottam, hogy mondta.
ezt most mit csinálod? Ja? Jézus Isten, mikroszkóp színpad, sarskabaré. Hát te kérd. A mikroszkóp színpad évekig megérte. Hát te kérted. Igen, de effektú. De tényleg, egy órát kellett volna csak várnod erre felé, de egyébként ez meg de nem akarom, hogy egy óráig. De nem, de akkor már tényleg csináljuk meg normálisan. Érted? Ő mondta, most ezt szépen felejtsük el, ne beszéljünk. Majd valamikor. Visszajövünk, érted, össze fogja forsni a műbört maga. Így egy picit mikroszkóp színpados volt, de nem. De ez jutott. Jó, a 50 pluszban is hallgatom minket, hát őket is meg kell fogni valahogy. Jó egy szál kóka belű barátszol meg ezt. Kárka belű. Kóka belű. Maga olyan is. Az a magyar gazdaság. Akkor kimondtam érezt, hogy valami nem stimmel vele. Igen, kóka belű, igen. Közben, mint magyar politikusokról. Ex-politikusokról nézek fotókat. Szóval, hogy bolha piacozott a hallgatók. Na hát ezt nem tudtuk kidérni, ezt nem hallottuk meg. Mert amikor nem lomiznak, bolha piacoznak, és akkor oda járnak. Nem menik egyszer egy osztrák bolha piacra. Hát azt beszéltük, ez neked. Az neked kánoán. Maga lenne a kánoán. Annak idén járogattam ki a Pecsába. Ott volt a bolha piac, ott még árultam is ezt, azt, azt. És nagyon jó volt. Tübörgött nagyon a biznisz. Hú, nagyon. A Pecsás bolha piac az megvan. Mit? Az megvan a bolha piac továbbra is. Azért tudom, mert Vili, az automepper szomszédom, onnan szokott nekünk dínókat hozni. Soma dínó rajongó, és ő kimegy a bolha piacra, és összevásárol ilyen hihetetlen összegért, és most, hogy divat a dínó, 700-ra fölkúszott az ára, de Vili letörte az árakat, 300-ért hozza darabját. De én nem fizettem ki. Mondtam, én nem kérem. Hát, szemérmetlenül kell alkudozni. Úgyhogy van. Háromszor, négyszer visszamész, és zárás előtt 5 percen megveszed. Igen, csak az a ciki, ha közben elviszik. Ja, hát ez sajnos benne van a pakliban, az jó, mindenki nem járhat. Igen. Kérdezz egy hallgató, hogy mi a véleményetek a Sándor azon lányokról, mert egy internetes portál megírta, akik belépőért szexelnek valakivel. Hát ezt honnan tudjuk, hogy most ez így van. Feltételezzük, hogy azért hallottunk már ilyet, azért. Belépőért? Láttunk mi már falompókot. Ilyen Robika kérdezi, hú, Barázs megérti. Szóval, hogy belépőért szexelnek. Igen, hogy kell ezt elképzelni? Erről hogy történik ez a gyakorlat? Melyik részét? Ott állok én. Akarod tudni. Te vagy a lány, szia tündérke, ne kezdjük el. Jacqueline vagyok. Szia, Jacqueline vagyok. Bemennék a VIP-be. Egy szándjegyér a VIP-ben. Tehát ők megszólítják a fiúkat? Tehát hogy kell ezt elképzelni gyakorlatban? Nem, szerintem a hapsik állnak ott. De a hapsi, hogy oda megy, hogy szia, látom, nincs jegyet. Honnan veszed észre, hogy nincs jegyet? Nem vár valaki rá? Tehát hogy történik meg a kapcsolatfelvétel? A áll bent a sorban a lány, de szeretne belépőjegyet venni, ahol a fiú végigmegy, vagy a idősebb férfi, vagy középkorú férfi, nehogy itt bárki is megsértődjön ezzel. Szexérjegyet. Tehát hogy jutsz be? Vagy oda mész, ott van, mint egy hármas fiú társaság, állnak a jegyükkel, és készülnek bemenni a szándra. Oda megy egy kislány, nem tudom, 18, és megkopogtatja a vállukat, és azt mondják, hogy kell ezt elképzelni? Hogy van? Hogy találkozik a kereslet a kínálattal? Hirdetél, Facebookon. Nagyon maradi gondolkodás, nem? Oda mennek, megdumálják. Állnak a csajok, jó csajok, kirakják, amit kell, csak azt mondják, hogy gyere el a súsnyásba, az agárdi popstrand mellé, és akkor ott adj nekem egy szándjegyet, én meg boldog. Hát ez nagyjából ennyi? Jó Isten! Hát mondjuk onnan messze van a gárdtól. Akkor gyere el! Gyere el az amárdi! Jaj, de ki vagyok éhezve! De sok jegyem van! Hát ez nagyon, ez nagyon kemény, nem? Szóval gondold el, hogy elengeded úgy valahova a gyerekedet egyébként, hogy azért lemegy a szándra. Na jó, de hát nem engeded el úgy. De hát nem kérdezed meg a gyerekedet, hogy életke miből mész be, mert nem tudom, mennyi volt egy heti belépő, 60 ezer forint? 50? De valami. Igen. Tehát azért nem kevés pénz. Nem kérdezed meg a gyerekedet, ez cicabogyó, miből veszed a jegyet? Na hát igen, ezért próbálom az elején indítani. Most macska szar. Vagy az, hogy macska szar, ezt is mondhatod neki, de mondhatod azt, hogy édesem, hát aztán miből lesz? Hát valószínűleg a szülők nyilván nem is tudják, hogy bejutott a szárba, vagy hogy jutott, de vagy kitalálnak valamit. Mert azt mondja egyébként, hogy nem oda megy. Tehát, hogy nem is mondja meg,
meg, hogy oda megy, mert egyébként én szülőként biztos, hogy azt választanám, egyrészt ugye tudatos szülőként, tudatos vásárlóként én már megpróbálnám mondjuk 2-3 hónappal korábban megvásárolni, vagy megvásároltatni a gyerekemmel a jegyet, mert egyrészt úgy olcsóbb, másrészt meg menjen már biztosra. Tehát ne legyen már olyan, oda megyek, aztán beállok majd a sorba, és akkor, hogyha veszek egy heti jegyet. Hát ha belegondolsz, ez egy a szállás, csak a kaja, és akkor még nem volt pijázás semmi, az legalább 100, de inkább 120 ezer forintos tétel egy ilyen fesztiválra. Ja, ja. És akkor még erre jön rá a pia, amit ugye azt mondja anya meg apa, hogy oké, kicsi, menjél el fesztiválozni, kifizetjük a sátorhelyedet, a jegyedet, meg tudjál lenni, itt van ez a pénz. De ő indi is akar, mert hogy a fiatal, én is akartam annak idején 2 fröccsöt meginni. Mit csinálsz? Azt mondod, hogy jó, nem vesszük meg a jegyet, hanem azt megszerezzük ilyen módon. Uh-huh. És ez szörnyű. Az, és arra gondolsz, hogy majd a te, hát neked a fiaiddal könnyebb a dolog, de mondjuk nekünk a lányunk, én ezen most konkrétan gondolkodtam, most kezdődik az EFOT nálunk, és már tegnap elkezdett vonulni a bagázs, hogy akkor a Panna egyszer bejelenti, hogy apa, mondjuk 17 évesen. Átrakták a Velencei-tóra az EFOT-ot? Most már évek óta. Igen, az Tokajban volt valahol, nem? Az EFOT az mindig változott. Ja, az mindig a Hegyalja Fest. Vagy ez a hegy alja? Már sincs. Az szegény, az sincsen. Ez mindig változott, de most, hát, most már pár évig Velencén, vagy pár éve, meg pár évig még Velencén lesz. Hogy a Panya ezt bejelenti majd 17 évesen, ami 17 évesen nem akarod elengedni szórakozni a lányod. Hát nem. Nem tudom, hogy el akarom-e. Hogy akkor mit mondasz? Ez igaz ez a mondás, kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, ja, nem? Tehát igen. Ez az add vissza a cumiát, ne verek egyetesoddal, meg menjék 9-kor lefeküdni, meg most meg rendesen a fogad. Ehhez képest mennyire komplexebb az, hogy hogy engeded el, ja, fesztiválozni, hogy vigyázol rá, hogy ki vigyázott a te gyerekedre. Ezért kell elkísérni a bejáratig. Iskola előtt már nem puszíja meg az apját, hogy szia apa, jó napod legyen, vagy szép napod legyen. Mert azt mondja, hogy ciki. 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 Na ez az. Na, most nyilván ott a fesztivál előtt. Nincs más, mint hogy nekünk is bemenni a fesztiválra, és egy rohadt nagy ilyen brutális barkóval és álszakállal kommandozni a saját gyerekünk után. Nem? És ha meg akarják kínálni valamivel. Elvis mégis él. Nézd már azt a hülyét, ott mondja majd a gyerekünk. Te meg ott az Elvis jelmezbe brutál szakállal. És mész a gyereked után. Hát hány olyan lányos apuka van, aki nyilván minden pillanatban azon gondolkozik, hogy megöli azt, aki hozzáér a lányához. Nem? Tehát amikor a lányod elkezd kinyílni, ugye megnőni, hát akkor az apukák ugye ott állnak a lányuk mögött, és mindenkinek le akarják harapni a fejét. Most az ilyen lányos apáknak például elengedni egy fesztivál a lányukat, hát azért az nagyon kemény. Az masszív egyhetes aggódás. Az egyhetes aggódás, vagy mész utána tényleg, mit tudom, hol le anyónak öltözve, vagy mit tudom, vasorubában. És kézzel ott hajlott hát a rőzsét cipelsz a hátadon. Apa, te vagy az? Mit mondom, menj innen? Nem? És egyszer el kell játszanod. Vagy hogy nem te vagy. Hát ez lesz a megoldás. Tényleg. Mert nektek lányotok van, hát bizony. Erre mondjatok valami, nekem fiam van, nekem egyszerű. Hát, de ott hogy vegyülsz el a tömegbe? Tehát akkor majd... Sehogy kivett magából a tömeg, ja, igen, tudsz elvegyülni. Egy szándom már nagyon nehezen ilyen tudsz elvegyülni. Pécsi nadrágban, meg hogy... Pampert gabóba beölt. Az ilyen izébe, ilyen kis topszerű valamiben, és ott kezem egy hatalmas ilyen literes, nem tudom mibe. Ilyen ott szeretesz majd valahol, igen, a nem tudom, a parti sátor mellett. Ezt te jól hozod. Igen. Utána Pampedjanó. Nagyon szeretesz, a lányod eltűnik, te meg összeesel, és trókkal elvisznek. Már nem nagyon bírod. Kétán két sört, és ezért a tűző napon szeretnél egy kevesd a lányod. Után így eldőlök, tudod. És oda megy a lányod ijeszgetni. Bácsi, keljen föl. Ez itt egyáltalán nem vicces. Szóval ez nem egy könnyű élethelyzet, hát szerintem. Most azt olvasom, hogy van. Vagy ezeknek a lányoknak a szülei. Hát ezt képzeld el, nem? Akiket ezeket a két idiótot verni való rohadt szemét berángatott ugye a backstage-re. DVBBS. A DVBBS. Ez nem milyen tudjuk. Név? De rohadt szemét az ilyen. Jó, de ezt még nem tudjuk. De akkor is ganék. Ja, Dögöljön meg a két kis rohadék. Így van. Konkrétan azt nem tudjuk, hogy a maga a zenekar. Nem tudunk felelősségnek
erről az ügyről valójában. Igen, de azért azt tudjuk, hogy eszméletlenek voltak valószínűleg már az a távozásuk pillanatában. A srácok valószínűleg megijedtek, és ott hagyták az eszméletlen lányokat a földön. Hát rohadjon meg az ilyen, aki ezt megcsinálja. Gondold, de majd, ha te lányoddal csinálják meg, vagy a te gyereked van. Tehát elindult a parti, gondolom a lányokat kiütötték valahogy, adtak nekik valami, ezt beveszed, jó lesz. A lányok rosszul reagáltak, vagy ittak előtte. Ha drogot adsz nekik, akkor abban a pillanatban az teljes K.O. Ugye ezt ők nem tudták, ők lehet, hogy csak drogot adtak, idézőjelesen, hát rohadjon meg az ilyen. És a kombinálás, a keveredés, az kiütötte a lányokat. Majd a két gyökér, mit csinált, azt mondta, hogy oké, akkor én elmegyek, gyorsan hívták a menedzsert kocsiba be, és a reptéren kapták el őket. Tehát valószínűleg az eszméletlen lányokat hagyták ott. Így van. És képzeld el, amikor a te lányoddal ezt megcsinálják. Tehát, hogy mennyire fel kell vértezni, nem? Hogy ha iszol, hát, nem mész be. Ha már kipróbálod, akkor legalább ne igyál, ne próbáld ki, de ha kipróbálod, ne legyünk naivak, akkor tudd, hogy alkohollal ne keverd, rosszul leszel, ne fogadj el, ne edd meg. Szóval, ez nagyon nagy meló. Négy embert kaptak el, ebből háromnál drog volt, tehát, hogy a zenekar maga két tagú, és volt velük két ember, az azt jelenti, hogy a zenekar legalább egyik tagja benne van a buliban. De miért, akiket elkaptak droggal, azok is a zenekarhoz tartoztak? Aztán az két különböző, hogy valakit előállítottak droggal, és nem, őket állították elő, ugye, ahogy ők léptek, akkor észrevette ott a fesztivál személyzete, hogy baj van, azonnal értesítették a rendőrséget, meg a mentőket, és ők elkapták, ugye Ferihegyen négy embert megállítottak, ebből háromnál volt drog, vagy drogra utaló jel, a két tagú zenekar, meg a két tagú kisegítő közül egy zenekari tag beleesik a háromba, akárhogy számolom, tehát valószínűleg ők is benne vannak ilyes formán, plusz az én emlékeim szerint, amikor ilyen legendás könyveket, vagy legendás zenészekről olvastam könyveket, hogy állt a színpadon, és kinézett magának valakit, akkor az volt, hogy a menedzser odament, elhitte a lányt, de a zenésznek hívta el, nem saját magának. Hát meg, volt egy olyan, mondjuk így rajongói réteg, aki elé utazott is, tehát, hogy voltak, akik szinte főállásúak voltak, nagyon jól tudjuk, hogy millió egy grupi vette körül mindig a rockzenekarokat, meg a rockstárokat, akik szinte koncertre követték a kedvencéket, és mondjuk egy sportot tűztek abból, hogy hány híres rockstárral bújtak ágyba. Tehát, én azt gondolom, hogy nem baj, tehát, hogy az se baj, ha a lány ezt elvállalja, hogy ő le akar feküdni a DVBS-sel, vagy az akárkivel. Ez mindig megvolt, érted? Mint hogy ez egyébként is működő dolog. Az se baj, ha a zenész ezzel él. Itt a tisztességtelen keret a baj. Az a baj, hogy érted be, drogot adsz neki, az a baj, és az a baj, hogy amikor látod, hogy baj van, akkor ott hagyod. Ez a gond ezzel. De ez a legaljasabb. Igen. Tehát az összes többi aljas közül ez a legaljasabb. Ráadásul ott is hagyták őket. És gondolj, hogy ott fekszik mondjuk 6-ból 2 eszméletlen lány, és nem hívsz mentőt, nem segítesz, hogy azt mondta, hogy oké, akkor mi most megyünk. És reggel találja meg őket a takarító nő. És plusz egy harmadikat is találtak. Isteni szerencse, hogy ebben nem halt bele senki, nem állt le a szíve, nem nyelt el a saját nyelvét, nem ájult el, nem fulladt bele a hányásába. Mit tudom, azért itt vannak alternatívák. Bizony. Vannak lehetőségek, hogy mi történhet, ha valakit ott hagysz eszméletlenül. És ezt a két nyomorult gombot, bocsánat, a reptérről szedték elő. Ja. Nem? Ja. Hát nekem mondjuk a másik három lány is azért úgy elbeszélgetnék velük, hogy bementek hatan egy ilyen öltöző konténerbe a zenekarhoz. Kettő látott, hogy összeesik, a harmadik kimegy a WC-re, ott esik össze, mert ugye van egy harmadik lány is, akit a WC-n találtak meg, és ti másik hárman, ti kisétáltok, és azt mondjátok, hogy figyeljetek, Istenem. Nem csak a hárommal, tehát hogy mindenkivel el kéne beszélgetni szerintem a szülőknek. Tehát az összes lányjal el kéne beszélgetni, hogy mégis mit képzeltetek. Hogy mi fog történni. Jó, nyilván lesz egy ilyen beszélgetés, majd te egy szent életű ember vagy annak idején, ha engem megkínált volna valaki. Téged, férfiként. De azért mondom, mert fiatalok, mindenki hibázik fiatalon, érted? Tehát én is kipróbáltam a füves cigit. Egyszer elájultam, mert előtte ittam, azt nem próbáltam ki többet. Érted? Nem én vagy. Nem tudtam, hát vidéki. Te kis nyomi vagy. Mondta, hogy szívsűrít, kipufog, ezt megcsinál, paf. Kérdezve, mi szárított lótrágyát szívta. De szó szerint füves cigi volt. Igen. Igazi fű volt benne. Az ütött, kérlek szépen. Érted? Tehát, hogy a fiatalkorban, és más a világ sajnos, erről ezerszer beszéltük, ott a szintetikus drog, amit akár még csak nem is úgy adtak oda, hogy próbált ki, hanem nem iszol egy kólát, de iszom. Megittad és kész. Érted? Figyeljetek, hogy persze értem, de más dolog beleszívni kettőt egy spangliba, meg más dolog hátra menni a backstage-be zenészekkel, akik járják a világot, és valószínűleg értett levadásznak minden nőt, akit egyébként el tudnak kapni. Igen, szóval a lányokkal is van baj, és sem az áldozat a hibás, és én nem azt mondom, hogy ők tettek erről, hogy ájultam, feküdtek, nem ez van. Maga az értékítélet a baj,
hogy ez, valahogy ezt kell kiütni a tinédzserek fejéből, hogy ez nem egy érték, érted? Hogy ott vagy, és ott vannak a színpadon két hülye. Rohadjanak meg, hogyha tényleg ilyen helyzetbe hozták ezeket a lányokat, de... Igen, de a csajoknak is el kell mondani, a gyerekek, hát nem ettől lesz a dolog jó, igen. Hogy most ott áll két, nem tudom, kanadai srác a színpadon, ti meg berohantok, érted, a backstage-be két ingyen egyért, meg nem tudom, hogy elmondhassátok Instagram posztért, hogy találkoztatok, nem tudom, ezzel a két hülyével, és mondjuk szexeltek velük. De hát ilyet csinál a Rolling Stones, ilyet csinált az AC/DC, ilyet csinál. Itt ez mindig is létezett. Tehát, hogy ebből a szempontból igen, nem lehet a lányokat hibáztatni, az a hibás, aki drogot ad és ott hagyja. Szóval az nonsens. Ez felfoghatatlan. Egyébként tényleg. Csak hát neked a feladatod szülőként, nem? Ezt elmondani. És azt mondani, hogy figyelj, van ilyen. Így tehát, van. Hogy azért a szándon tudjuk, hogy azért ott nem vetik meg a kábítószert, nem? Szóval, hogy hát azért ez... Meg hát ez, de ha elmész a hétvégén hát egy diszkóba Budapesten, ott is ugyanúgy találkozol vele. Az összes fesztiválon lehet vele sajnálatos módon találkozni. Nem tudom, hogy mit tudsz csinálni a gyerekeddel. Nyilván a felvilágosítás, az elmesélés. Igen, nehéz. Tehát, szülőként ezt olvasva azért ez dermesztő. Témaindítóra visszatérve, én nem akartam erről most nagyon komolyan beszélni, de tudjátok, hogy az van, hogy az én lányom soha nem fog senkivel szexelni egy belépőjegyért, egy heti jegyért. Ez a szülő felelőssége. Teljesen egyértelmű. Tehát, hogy érted, ilyen. Jó, az már nagyon durva, igen, hogy szexelek egy heti egyért. Tehát ott a mama másik bokorba szexel a heti egyért. Igen. Hol a mama? Neki már megvan a heti. Tehát sőt, ő már szállást igen, szerez. Hol a mama? Már bent partizik a Music FM színpad előtt. Na, akkor húzzunk bele a gyerek, kapjál gyorsan, mert ott azért nagyon félre csúszott valami az értékrendszerbe, hogyha egy gyerek ilyesmire képes azért, hogy bejusson egy nyomorult fesztivál. Persze, azért nem, persze, hát azért ez nem mindenhol történik így. Tehát, hogy azért ez igen. Ott a szülők tehetnek róla valóban. Ott a mama már megjárt a szándot többször. Kétszer már. Nagy darab szörnyakot, hogyha oda megy ízled a homlokkal, és azt mondja, hogy van egy napi jegyem, elintézhetjük hátul. De ezt gondold el! Ezt gondold el! Úristen! És van, aki erre igent mond. Hát ez komoly gond. Na, a szülőknek is. Hát nem egyszerű azért a szülőként, igen. Na jó, van 7:30 múlt pontosan 3 perccel, jövünk Ákos ide után. Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva hello mindenkinek, itt vagyunk. Srácok, nem lehetne valahogy ezt a Noibis reklámot kiütni, mert az egy perc átnyomó a Kossuthra. Hát, meglettem! Nem! Ennek a reklámoknak ez a lényege, hogy megjegyezd, hogy kiemeld a többi közül. Fura egyébként. Megmaradjon. Hát jó, Norbi elérte a célját ezzel a reklámmal, ahogy anya, apa, hogy is elérte szerintem. Tudod, anya, apa mit reklámolt? Persze. Nem azért, hogy bemond csak például. Lekötnéd, pihennél, persze. Azért hallottam egy párszor. Szóval eléri a célját, hát ennek ez a lényege. Pedig szerintem valóságban pont az ellenkezője történt, tehát hogy nem Kuki lett az, aki megvette, hanem pont fordítva. Kukit vették. Igen. Jó, hát. Na, igen. Na, gyorsan egy-két közlekedés hír még, bár egyébként nyugi van, hál' Isten úgy néz ki mindenhol, oké a dolog. 3-as főút Vattán van egy trafik. Ezt Robi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán a Soproni és a Hegyesalmi átkelőnél minden rendben van, jól lehet haladni, valamint a Szombathely felé haladókat mérik az M86-oson a 84-es könél a felüljáróról, ezt Szilárd küldte nekünk, és aki a Budapest-Dunaújváros vonalon készül menni vonattal, az számítson késésre, már fél órát késnek. A vonatok legalább biztosító berendezés hibásodott meg, és emiatt van egy kis késés. Gonosz néni, kivágta már egy fát. Gonosz néni, nem. Neki diófája van. Dió és megy. Az elég ingyencnek kilenentek, hogy ilyenkor dióra járjátok rá. Csak úgy elrohattatni. Jó, az benném, legyűrött. Nem tudom, most úgy valahogy egy kicsit úgy békén hagyjuk, mert úgy nem szeretem nagyon ingerelni. Igen. Néha kicsit elmegyünk, néha kicsit máshol cserkózunk, de ha leérik egy gyümölcs, akkor utána már nem érnek. Nem jutott vissza a fülébe? Hogy? Nem találtál üzenetet? Én nem. Kocsi beállom, vagy a postaládában? Megdöglesztem, hogy mit mondtál a rádióról, már ezért kicsit csinálok téged és a családodat is. ott állt a néni egy légpuskában. Nem, őszintén nem hallgat rádiót. Tehát Aha. Ő nem az a fajta rádió, vagy ha hallgat, akkor is vitatkozik a rádióval és a híradóval. Tehát ő az a fajta, aki lesben áll és nézi, hogy mit csinálnak a szomszédok, kurkászik, megy, nyomoz, figyel. Én nem hiszem, hogy ő hallgatta bennünket. Vagy hozzájutott volna, hogy én megemlítettem. Ő nem ez a típus. De ezt így látom rajta.
Ő az irigyordibáló. Lehet, hogy gonosz típusabb eszközököz nyúlt volna. Jó, a klasszik vasorubába típus egyébként. De tényleg. Lefújtam hashajtóval, meghosatlak benneteket. Aki nem akar rosszat, de áramot vezet a kerítésébe, és egyébként megmérgez téged, ha leeszel a megyfájáról. De nem akar, hogy valóban meghajál, csak kicsit halljál meg azért. Tehát ő ez a típusú néni. Úgyhogy vele jobb óvatosan, szerintem a kerítés az vág, mint az ipari áram. Benneteket macska kakába. Igen, igen. Valószínű, hogy van egy nagyon rühes, büdös macskája, van egy nagyon gonosz, mindenkit megugató, mindenkit megharapó kutyája, kicsit szimfónia szagú a néni, és ha bemennél, még tudja, hogy galambokat is nevel. Biztos vagyok benne. A szárai leukoplasztal vannak összeragasztva, illetve nem is, hanem szigetelő szalaggal, zöldsárgával. Kisgyerekek vannak hátul a rácsok mögött, akik csontokat igen. nyújtanak ki, és készül begyújtani a kemencébe minden nap, hogy megsüsse Juliskát. Nem, hát van ez a típus, tudod, aki úgy valamiért ugye, egyedül marad szerintem, keserű, nem látogatják, és mi meg kicsit bosszantjuk a Bennyvel. Na, hát most ez ilyen, hogy... Húzgálod a bajszát. Tessék? Húzgálod a bajszát, ettől csak kapsz valamit. Kicsit húzgáljuk a bajszát. Magyar ingók vagy a sebestjének, de valaki ez a bajszát. Valaki viszi a megyet. Én csak mondom, hogy tegnap pont jött a hozzánk valaki, aki elmondta, hogy ha kint van a kerted előtt, az közterületet ehetsz róla, nem nyúlhat hozzá senki. Én permetezem. Aztán hazament. Na most vehet róla, vagy nem? Aztán vett ki a diófámat is elment. Ő azt mondta, hogy úgy tudja, hogy egyébként igen. De én permetezem, én vágom, én locsolom. Ja, az hát igaz. Jó fej vagy, köszi. Én viszont megeszem. Nehogy már férgeset tegyenek. Az vagy igaz, legyünk rendesek. Ő azt mondta, hogy úgy tudja, nem tudom, milyen szabályozás, de hogy az a megy, az bárki. Ha kint van, akkor az bárki, ha bent, akkor az de ha nem kasszálod, én ezt a nényének el fogom mondani. Ha meg nem rendezett a közterület része, akkor meg megbüntetnek. Érted? Tehát, hogy a nyakig ér a gaszkind, és dzsumbúj van, akkor persze rád szólna. Akkor szól. És ha létrácsiszek és 15 kilós kosarat, amit megszedem a megyet, az is ér? Hiszenem, van egy ilyen kimondatlan szabály, amit tudsz, egyél meg. Azzal teszed a mozgalom fel. Igen, de azért a fáról azért nagy kosárban eszed már a megyet. Szóval értem, hogy éhes vagy, meg sokat eszel, meg is lenne. Egy pálinka, nagyon finom, hát most érted, rohadjon el ott fönt, úgy se szedi le senki, akkor... Hoznád a kis 20 fokos létrádat, meg ahogy ilyen kis kampódat, kis kosár is tudod, hogy felcuccolod. Arra az én is ugranék. Tehát most fölül két gyerek a cserkófádra, egyen annyi cserkót, amennyi belefér. De megjelenne mama két teszkosszatyorral, és elkezdeni finom üzleti jellegen leszedni a cseresznyét, hogy utána valahol két sarokkal arrébb árusítsa, azért arra lehet, hogy mérges. Most képzeld, hogy csak... Hát ne szedjem már le. Nem, de a gyerek egyen. Látok ti kertetekbe babért szedni. Ja, az ő főzeni. De ez nem olyan babérem, abba belehalsz a begeszedet, ne, most már mindegy. De ha jönne a néni vissza hozzá, és azt mondja, hogy Balázskám, aranyom, adjon már valamit cserébe a megyért, amit megettünk, vagy a cserkóért, amit megettünk. Amit kér? Tehát én adnék neki. Dedikálnád a homlokát egy alkoholos fült? Nem, egy ecsetel végig húznám a fejét. Alá van írva nének, köszönöm, menjünk. Nem, hát kérjen ő is valamit. Adni, de valami saját készítésűt. Most miben vagy persze, nagyon penge? Most otthon köcsögözöm. Tehát, hogy így kerámiázom. De ez az új szokásom, nagyon szeretek kerámiázni. Mostában nagyon jó vagyok kerámiázásban. Mindig köcsögözöm. Na mit tudnál neki adni? Azt mondtad, hogy tök jó most a flekkened. Jó, a Fleckene túrótortát csinált a hétvégén. Mi csinálna neki egy meggyes túrótortát? Tehát igen, ha nénivel lenne kezdeményezőkészség, és nem üvöltözne egyből, akkor lehetne egy ilyen add, amit van, én is adom, ami van, én ebből nagyon jól élnék. De mi lenne, ha te lépnél? Mi lenne, ha te lépnél a néni felé, csináld meg a túrótortát, és vidd át neki este? De azt hiszem, hogy kilövi a bal szemem. De ne, hát fehér zászlóval. Hát de előjön! Túrótortát hoztam. Egy partisnak a végére rakjára egy ilyen fehér konyharú. Hát, és akkor legyen. Kivel jöttem vagyok. Kérem, nénye, belüljön. Hogy szólítos meg egy idős nénit, akinek nem tud a nevét? Gonosz néni. Csókolom gonosz néni, csókolom gonosz néni. Ha előtte cívani a lépuskát, előveszem a viperámat. Kezi csókolom, hát ez a legklasszik. Kezi csókolom? Odamész, kezi csókolom. Kezi csókolom, én az utca végéből vagyok. Igen, az. Jó, bocsánat, tényleg ezért jöttem. Én ettem le a medgyet a fájáról. Hoztam friss túrótortát. Takarodj innen, te bűnös körös, kimegyek, kiszúrom a szemedet. Ide leteszem. Mondom, takarodj. Jó étvágyat hozzá. Nem, biztos méreg van benne. Suhancok. Köszönj, te is, Beni. Konasz néni, dögölj meg. Már békével jöttünk. Igen, még egy homlokon lövi egy megymaggal, tudod. Hát, szóval... Csinálj hogy... neki, nyitnod kéne felé. Nyissak felé? Igen. Vigyek pitét? Hát, megérted, hát lehet, hogy egy új babysitter.
kóstolja meg a pitémet. Mire ő is azt mondja, Balázskám, te is kóstolj meg a pitémet. Így nagyon finom pitém van. Fölmegy a kézenállásba, sokáig nem bírom magam tartani, úgy szólják ki magam. Ha hoztál egy kis porcukrot, megint szórhatod. Csak fordítsd el a gyerek fejét, ilyet ne lássam. Ó, mondom, nénye, látott már ilyet. Fésült barra azt a fél évszázadot. Ú, nénye. Na jó. Na. Úgy látom, kicsit pókhálósodik ez a pitét. Szóval vigyek pitét. Igen. És mi lenne, ha leszedném a megyet, és azt a pitét sütném bele? Az igazán. Az igazán. De nem, az, az jó, az jó, az jó, mert azt mondod, hogy ez milyen megyből? Hát hagyd, hogy milyen megyből. A nénye megyéből. Köszönjük szépen. Az nem mert jó? Az, mert az kedves lenne, mert akkor azt is tudod mondani, hogy azért is szedted le. Ja, hogy csüssek neki. Igen. Hogy ez egy ajándék, jó. Egy kedvesség, egy kifigyelmesség. Kipróbálom. Ez lehet, hogy működik, hogyha békejobbot nyújtok, akkor ő is akkor engedik. Te vedd a lapot, tehát hogyha már a negyedik tortát látod ott rohadni egymás mellett. Többen is akartak közeledni, de nem. Akkor nem akar barátkodni. Igen. Elhunyott koponyák vannak, vagy elhagyott koponyák vannak a néni kertjében. Egy-két jó indulatú szomszéd ott maradt. Jó, figyelj, megpróbálom a békejobbot benyújtani. A békejobbot. Bedobok két varangyot. Meghoztam a békejobbot. Nem, csak mesébe szeretném. Friss békacom. Na jó. De egyébként ne izguljon a néni, nem esszük meg az összes megyet. Szóval tényleg én nem is értem, hogy mit pattog, komolyan mondom. Ne legyen már megyirígy. Hát egyébként ott rohad el. Hát ha én tudom, hogy nem tudom leszedni, akkor nem mindegy, hogy ki eszi meg. De miért? Lehet, hát, látom, hogy leesik, már rohad el. Megérjen, szegény. Az már, nem, már túlérett. Az már túlérett. Fogd meg a riót. Rakd be egy kalitkám, és valami jelszó, fogd meg a riót. Kapd el egy ikot, hozd a kukacot. Fogd meg a riót, 2016. Ez egy hadművelet? Fesztivál. Legyen ez a fogd meg a riót hadművelet? És vidd el neki egy ilyen kis kalitkába. De hogy? Itt a tettes, azt csinálhat vele, mint akar. Ő volt az, aki lezabált a megyet. Én láttam. Rajta kaptuk. Igen. Na jó, van, játszunk. Jó, itt van már is játékosunk a kérdés. Mit mond úram? Visszafelé beszélünk. Lész hevére faszil. És hozzájállat, héla faszilvonom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyelang, mime? Aki válaszol. Azt írják el, hogy a néni alul éri el, csak a fát szedjem a tetejét, azért nem mérges. Ahol létre, mondom. Igen, halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, István vagyok. István, hello István, jó reggelt! Honnan hívtál minket? Budapestre hívtál. És már dolgozol? Otthon vagy? Hát jelenleg még megyek a munkába, úgyhogy... Mi dolgozom? Hát bútor lapszabászatnál vagyok. Végül lapszabász képen. Figyelj, ilyen félcentiket is tudok vállalni, vagy úgy vállalak általában a lapszabászatban? Hogy félcentit vágnak le csak belőle? Vagy ilyen millimétereket? Persze, hát 1 milliméterig le lehet vágni. Te király, jó van. Na, megint intéztem magadnak. Kapsz egy hívást majd a játék után, csak mondom. Vetemedik egy picit a frisse lerakott parketta, illetve a laminált padló, és kicsit lejjebb kell venni. Szüntessétek meg a talajvizet, és akkor lehet, hogy ez... Nem? Hát kimondottam, hogy csak bútorlapokat vágunk, laminált lapot, nem igazán. Na ebből jó kihátráltál. Kifizettem volna. Talán. Na figyelj. Állat, híres ember, szólásmondás, tárgy. Hát én megpróbálkoznák az állattal. Állattal. Uh-huh. Jó van, az most nem tűnik annyira könnyűnek. Kicsit csicsolinás vagy. Igen, csicsolinás, megpróbálkozott. Mehetünk? Mehetünk. Indul az óra, fél perc, így szól, figyelj. A járgödrő. Olyan. Mutassam még egyszer? Igen, légy szíves. Mutatom, figyelj. A járgödrő. Na, mi lehet ez? Rája. Az. Jöjjön még egyszer, és kivegyük a bögrét? Még egyszer, igen. Kivettük a bögrét, figyelj. A jár gödrö. Hát ez az a... Gödrö. Gödrö. Ez az ördög rája. Ez az ördög rája lett volna. Ördög rája. Ez az ördög rája lett volna, igen. Ezt a végét egy kicsit nem értettem az... Ez az ördögi rája lett volna, ezt mondta. Ezt mondta Dóra visszafelé. Hát ez most nincs meg. Hát sajnálom. Köszönöm azért a játékot. Mi is köszönjük. Ciao. Köszi, hello. Szia. Ciao. Nem volt nehéz pedig, nem?
Nem, csak valószínűleg ugye a rája megvolt, akkor elkezdesz, ahelyett, hogy forgatnád vissza ugye az elejét, elkezdesz gondolkozni, hogy milyen ráját ismersz. Rája. Igen, ja. Igen. Rája. Igen. Rája. Ördög. Rája. 4 perc a fontosan. 8 óra jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók. Itt vagyunk Fonyódon, a hegy mögött trafi van. Hát akkor Fonyódon nagyon vigyázzatok, hát a hegy mögött. Nem jössz, hogy a hegy mögött hát vagy. Akkor a hegy előtt kell menni. Hát, vigyázzunk, Fonyódon a hegy mögött vigyázzunk. Aha, tehát ott menjünk hegy előtt, vagy hegyen keresztül. Igen, a hegy mögött nem nagyon. Jó. Ott van egy valaki a traktorral a szőlőbe, nehogy lemeszelj. Igen. Budakeszi úton a Szép Ilonánál két kocsi koccant, össze már állnak is félre. Ezt István küldte nekünk. Mi az abszolút bátorság? Kérdezi egy hallgató, Bárány Attila fellépése a karcoki birkafőzőn. Köszönjük szépen. M35-ös, 8-as kilinél, gondolom kilométernél, igen. Debrecen felé van egy trafi, be a köszi, hogy elküldted, valamint az M0-as, M1-es felé a 48-as kilométer után egy nagy vaslemez az út közepén, Brown küldte nekünk, úgyhogy hát ott is vigyázom mindenki. Bécsben esik az eső, és 22 fok van, az jön ide? Aha. Az jön ide? De az csak holnapra. Jól lassan ugye, jön. Hát nagyon lassan jön. A meleget, hát őt is megállítják az osztrák határa. A hidegfrontot is ellenőrzik az osztrák. Ki van-e magánál migráns? Én vagyok a hidegfront. Hoz a migráns, meg nincs a felhők mögött. Elbújva néhány migráns. Ezt is ők kavarják. Igen. Szóval, hogy Bécsben már esik az eső, és 22 fok van. Hát holnap is, holnap ér ide, de általában csak holnap este ér ide. Ez a dolog, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz belőle. Ma még. Mindenki rocsogni fog. No problema amigo. No problema amigo. No problema amigo. Mi az? Úristen! Tedd el! Ez Zsül elővette. A telefonja. Hát az nem néz ki jól. A telefonja? Nem, gyerekkori képek is. Fúj! Az ideje, gyerekek. Nem látni egy ilyen műhold képem, hogy Ausztria, Bécs, München, Prága vonalon, ott már tart az új, és az jön. Rotterdam, Madrid. Madrid, Liechtenstein, Schweiz, Bern, Genf, Lyon, Andorra, Zaragoza. Minden van. Minden. Széles a merítés. Livorno, Madrid, Córdoba. És kis új szállás is veszélyben van már. Szóval jön az új. Jön az új, úgy látszik, ez egy ilyen nyár lesz. Egy két nap meleg, aztán egy hideg. De ez nem igaz. Ezt már a Feri is tegnap elmondta, hogy nem igaz. Óriás csúsztatás. Hát de tényleg így van. Hangulatkeltés. Nem így van, így van. Csúsztatal. Tavaly. Ha. Ezt megbeszéltük már, tavaly 2-3 hét meleg volt. Én összefüggő július, augusztus, soha el nem ullott, soha véget nem érő, gatyarohasztó, nagyon meleg, nagy meleg. Iha. Most pedig ilyen 3-4 nap. És jön egy hidegfront, és egy hétre, 5 napra, 3 napra lehűl az idő. De most mikor volt utoljára hideg front? Hát ő megmondta neked. Nem, hát 2 hete nincs most meleg. Egy héttel ezelőtt volt egy lehűlés. Dehogy volt, ne szórakozzál. Akkor szeretnék be a légkondit. 50 felé, már így felejt az ember. Nem mi felejtünk, de tök jó idő volt. Csak ki kell menni szabadban, nem a ízét tud jobbat, hogy 12-re a légkondit ott hovább. Nem volt semmi, csak beszélsz, hogy mondjál valamit. Na, menjünk tovább. A gyorsforgalmi beszorult a kamion, megint jött a hír. Bravo. Pest felé. Bravo egy. De miért szorult be? Hát, miért én nem tudom, hogy miért nem lehet neki jelezni, vagy nincs egy ilyen nemzetközi kisták, KT, vagy nem tudom micsoda, hogy beleírják, hogy ott és akkor jó lenne, hogy picit oda figyelnétek. Én nem hiszem el, hogy minden hétre kell jutni egy ilyennek, és tönkre vágja a gyorsforgalmi, tönkre vágja a Gyömrői utat, oda-vissza. Katasztrófa. Na mindegy, nem is érdekes. Itt viszont, vannak, igen. Jó hír, ugye a hármasugrás kérdésünkkel kapcsolatban ezen a héten gyakorlatilag a Forma 1 a főszereplő, mert hogy jegyeket lehet nyerni. Hoppácska. Figyeljetek majd, jó, mindenképpen lesz majd egy beugró kérdésünk is. Az első kérdéssel 3 lapos állójegyet, a második kérdéssel 3 lapos állójegy plusz Red Bull relikviákat, illetve a harmadikkal pedig 3 lapos szuper gold jegyeket lehet nyerni, plusz Red Bull relikviákat. Úgyhogy érdemes velünk játszani. Bizony, ez lesz a következő órában. Még egy gyors közlekedés.
emelkedés. Na ez volt az. Láttátok a Bon Jovi videót? Ja Istenem. Megnéztétek? Nem. Hogy hát hogy mert tegnap elmondtad. Mert ezt tegnap megbeszéltük. Ezt tudom, de hogy akkor még csak hogy... elmeséltem. Nem, de... én figyeljetek, én még nem ott tartok, ahol ti. Hallod, ön durva meséltem, mert hogy kicsit annyira így... HD-s volt az egész így. Finoman már kezdtek hűlni, meg felejtetek. Én tudom, hogy mit mondtam tegnap. Én csak azt kérdeztem, hogy a hype-om után, a felvezetés után, ahogy vázoltam, hogy ott mi történik, végig szorongtátok azt a két percet, amit Bon Jovi átélt ezen a videón? Mert hogy annyira szenved szegény, hogy az valami elképesztő, de maga a videó zseniális. Nem néztétek meg? Nem. Túl szépen mondtad el. Kicsi perverzióból nézzétek már meg. Ha láttál még világsztárt szenvedni, az most ez az új Bon Jovi videó, ami fent van a YouTube-on. Annyira ember és annyira hétköznap, és annyira rohadtul szenvedettől az egész szituációtól, amiről már azt gondolt, hogy egyébként egy énekes nem is gondolnád, hogy ennyire szenved. Tehát, hogy így jó, van, ki kell menni rutin, fölmegyek, fölmegyek, éneklek egy dalt. Olyan ciki volt a zenekar, így, nem? Azt mondtad, hogy ciki játszott a zenekar. Nem feltétlen, feleset, hogy nem volt ciki. Nem? Csak úgy, hát máshogy szól azért ez a Bon Jovi mögött a színpadon, meg máshogy szól egy szaxival, meg egy hegedűvel, meg egy cellóval, meg egy háfával a Living on the Prayer. Na minden, csak azt nem megnéztétek. Meg hogy nem voltak tapintatosak, tehát hogy így nem vették igénybe, vagy nem vették figyelembe az énekesnek az igényét, hogy abban a pillanatban jobban szeretné, ha békén hagynák, rajongás. Igen, és tök jó, hogy Bon Jovi nagyon emberén egy kint, hogy nem. Te vagy a főszereplő. Eszedbe ne jusson, ti vagytok. Nem, mondom, nem. És már csaj így jön közelebb. Tudod. Amikor már érzed, hogy nem menekülsz. Ott már nincs. És a vőlegény mit érezheted, tudod, amik saját esküvény gyakorlatilag mellékszereplővé válik abban a pillanatban, senki nem volt fontos, se a vőlegény, se a mennyasszony, senki. Azt mondom, hogy Bon Jovi. Ott őszülte bele, vagy ennyire őszült, hogy baromjon meg van őszülve. De tök helyes, tehát egy szimpi, hát most lassan azért ő is így a 60-at. Jól tartja magát. 60-at karcolja, erősen megőszült, vagy ott hirtelen, egy gyors őszülés, mikor látja, hogy az énekes lány kiszúrja. Ő nem tudott olyan keményen, mint mondjuk a Richie Sambora, vagy mondjuk szegény Joe Perry, akiről most hallottuk egy Ákosnál, hogy hát én egy picit ledermettem, amikor meghallottam, hogy azt hiányzik, hogy még egy nagy elvenjen, de hát ők azért éltek elég rendesen, ugye? A toxikus ikrek. Tehát, hogy azért nekik volt pár kemény évtizedük. Hát most ő egyszerűen csak fogta magát, ezt eldőlt hátul, mint a zsák, és újra kellett éleszteni állítólag az öltözőben. Na igen. Na, vágjunk bele a következő témánkba. Jó. Kaptunk egy levelet. És hát ugye létezik nekünk egy e-mail címünk a morningshow@classfm.hu, itt bárki megtalálhat bennünket, írhat nekünk, kérhet tőlünk dolgokat, nyilván igyekszünk segíteni, leírhatja a véleményét műsorral kapcsolatban, vagy küldhet témaötletet, vagy akár bármit, amit szeretne. És hát kaptunk egy nagyon megható e-mailt, és ugye az ember ilyenkor gondolkozik, hogy mit tud tenni az ügy érdekében, mert azért nem játszhatja mindig el azt a kártyát, hogy a hallgatókhoz fordul segítséget kérni, de azt gondoljuk, hogy most talán újra ki lehet. Egyrészt azért, mert néha szükség van erre, bár csak többször tudnánk csinálni, másrésztről pedig viszonylag régen csináltunk most ilyet, úgyhogy szerintem újra lehet egy ilyet, amikor is mi a hallgatóktól tőletek kérünk segítséget. Mi nagyon tudatosan egyébként ezt ritkán tesszük meg. Ritkán tesszük, nyilván nem akarjuk a műsort agyonnyomni segítséget kérő e-mailekkel, mert hogy egyébként nagyon sok jön, és nagyon nehéz is dönteni, meg nagyon nehéz szelektálni, de hát sajnos egyre több érkezik. És értekünk egy hallgatónk, akit Editnek hívnak, és neki van egy kisfia, Dani, aki 10 éves, és leukémiás. Nem akarom elmondani az egész levelet, mert nagyon-nagyon hosszan írja le azt a fajta megpróbáltatást, amin ő keresztül mentek, és hát nagyon nehéz ebből a levélből részleteket kiragadni, mert az egész levél önmagában úgy, ahogy van, tényleg elolvasást kíván, és egy-egy mondattal az ember nem is tudja visszaadni azt, hogy mit írt Edit ebben a levélben. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi beszélünk Edittel, hogy mondja elő az ő történetüket, és aztán valamit megpróbálunk kitalálni, valahogy megpróbálunk Editnek, az ő családjának, és leginkább a kisfiának, nyilván Daninak segíteni, aki akut leukémiában szenved. És hát a dolog ugye az ott folytatódik, hogy leírja Edit hosszan a levelet, csak addig beszélek, amik adásban nem tudjuk tenni, és utána segítséget kér tőlünk, mert ugye azt talán kevesebben tudják, hogy a leukémiás gyerekeknél, felnőtteknél maga a kezelés az nem ér véget, amikor te kilépsz a kórházból, hanem szükséged van még egy csomó olyan dologra,
ami ha nem tudsz megvenni, és nem tudod biztosítani anyagilag a gyermekednek, magadnak, vagy a betegnek a családban, akkor hát nem, hogy megnehezíted a gyógyulás folyamatát, hanem kvázi tulajdonképpen az is lehet, hogy esélytelenné teszed azt, hogy valaki, ha már legyőzte a kort, akkor utána meggyógyuljon. Hát az a mondat nem jön be, hogy kilépsz a kórházból. Így van, ott nem ér véget. Ott, mert ott nem tudsz kilépni se, hogyha nem tudod megteremteni a kellő körülményeket, és ez mindig különösen szomorú, amikor gyerekről van szó. Igen, hát ez szegény nem tehet még semmiről, nem tudod, hogy miért kapta ezt az élettől ezt a dolgot, és egy anya meg, vagy hát szülőként mindannyian azok vagyunk, tudjuk, hogy bármit megteszel a gyerekedért. Hát az a legnagyobb sorscsapás, persze, amikor ezt úgy kell végignézned, hogy a saját gyerekeden, igen. Itt van velünk Edith. Hello Edith, jó reggelt kívánunk neked. Szia Edith. Hello, jó reggelt. Sziasztok. Jó reggelt, ciao. Na, hát én már néhány mondatban felvezettem a te leveledet, amiben jó hosszan leírod azt, hogy mi történik, mi történt veletek. Én hát, szándékosan nem olvastam ezt föl, mert azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogy ezt élő szóban veled beszéljük át, hogy van, Dani, mi történt, hogy vagytok most, és aztán majd a legvégén, hogy miben tudnánk talán segíteni. Jó? Úgyhogy kezdjük az elején akkor, akár abban a sorrendben is, hogy a levelet leírtad, hogy fordultál hozzánk egy kis segítségért, ugye? Így van. Igazából azért fordultam hozzátok, mert ugye ti vagytok a legnagyobb országosan hallgatott rádió, illetve ez a Morning Show, illetve ti mindhárman szülők vagytok, tehát át tudjátok érezni ezt a dolgot. Na most nyilván én tudom, hogy ezzel tele van a közösségi oldal, rengeteg ilyen segítségkérés érkezik napi szinten, de ha az ember egy picit megáll és gondolkodik azon, hogy vajon mit tudnék én azért tenni, hogy tudjak ezeknek a családoknak egy kicsit segíteni, hogy csak az a baj, hogy ugye nyilván ebben a mai rohanó világban az emberek úgy vannak ezzel, hogy ó, hát igen, ott van ez a gyerek, sajnálom, szegény, de hát éljük az életünket, rengeteg ilyen van, és hát mindenkinek nem lehet segíteni, és ó, hát velünk ilyen úgy se történhet meg. Mert én tudom, hogy a legtöbb emberben ez játszódik le, illetve bennünk is ez játszódott le annak idején, amikor csak ugye találkoztunk itt-ott ilyen segítségkéréssel. És amikor ott állsz, és szembesítenek ezzel a dologgal, az valami borzasztó. Elmondod, hogy mi történt? Csak hogy értsük a hallgatók, ugye mi mindhárman ismerjük a levél tartalmát, csak hogy megtudhassuk, vagy a hallgatók is, hogy ugye van egy gyermeked, ugye, Dani? Igen. Ő 10 éves, jól mondom, ugye? Ő most 10 éves volt, igen, illetve 11 lesz októberben. Uh-huh. Ugye ez az egész kávária 2013 decemberében indult. Ezt egy hónapos ilyen felső légúti hurutok, illetve ilyen kis banális betegségek előzték meg, amiből még ugye az ember nem gondolná azt, hogy itt nagyon nagy a baj. Csak ugye a gyerek nem akart jobban lenni, és én mindig vittem vissza az orvoshoz, és akkor a legutolsó vizsgált alkalmával sajnos tapintotta, hogy nagy a léte, nagy a mája, és akkor küldött el bennünket részletesebb kivizsgálásra, ahol ugye kiderült ez a probléma. Na most ebben az a szörnyű... Kiderült a leukémia, ugye? Így van. Na most ebben az a legszörnyűbb, hogy mindez december 18-án történt, ami karácsony egy héttel előzte meg gyakorlatilag, amikor már az ember lázasan készülődik, hogy mi lesz, milyen ajándék, hogy, merre, meddig, és akkor amikor úgy a képedbe vágnak egy ilyen dolgot, akkor úgy ott állsz leforrázva, hogy úristen, most mi lesz. Mindegy, hát ezen az első sokkon túl kell lépni úgy, ahogy tudsz, mert nem tudsz heteken keresztül. Először is vádolod magad, hogy biztos te csináltál valamit, ami nem jó. Biztos te tettél valamit rosszat, amivel a gyerekednek ártottál, de hát nyilván egy idő után rájössz, hogy ez nem így van. Aztán, ahogy telnek a napok, a hetek, megtanulsz ezzel együtt élni, mert ugye menni kell, csinálni kell a kezeléseket, és nem érsz rá azon gondolkodni, hogy miért kaptuk ezt, miért pont mi. Jól mondom, hogy a 11 hónapon keresztül kapott Dani kemoterápiát? Igen. Tehát 2013. december 19-én kezdődtek a terápiás kezelések. Ez a másik dátum azért szörnyű, mert ekkor van a házassági évfordulónk a férjemmel, és hát azóta ez az ünnep már kicsit másról szól. Igen. És gyakorlatilag neki 2014. november 18-án értek véget a kezelések. Ez heti egyet jelent, vagy havi egyet? Nem, hogy kell ezt elképzelni? Hát
ez eleinte változó van, úgyhogy egy héten háromszor, négyszer néz, tehát ez mindig az adott protokolltól függ a sémát, a kezelési sémától. De itt nincs olyan, hogy akár egy hónap szünet legyen a kezelések között. Maximum 2 hét volt, amikor ott a szünetünk volt. Illetve, mivel a kezelések olyan nagy mértékben befolyásolják a közérzetét, a vérképét, hogy gyakorlatilag minden fertőzésre hajlamos, ezért volt olyan, hogy kezelési szüneteket is a kórházban kell tölteni, mert ugye annyira alacsony a sejtszám, és minden fertőzést elkap, és lázas, hogy akkor is ott kell lenni. Nos, hogy viselte, mert ugye a gyereknél aztán még nehezebb, hogy közben a nyilván iskolába járna, tudja, hogy az egészséges társai jönnek, mennek, bicikliznek. Hát ugye egy felnőttnek is nehéz ezt önmagában elfogadni, de egy gyerekkel elfogadtatni, az aztán pláne nagy szülői kihívás, hogy valahogy megértetni vele, hogy most ez egy állapot, meg fogsz gyógyulni, de nem szabad feladni. Ez nagyon nehéz. Tehát azt, hogy eleinte nagyon nehezen is értette meg, hogy miért nem mehető iskolába, holott ugye mi azt mondtuk neki, hogy meg fogsz gyógyulni, mert nyilván az ember elmondja neki valamilyen szinten, ahogy ő megérti, hogy mi ez a dolog, de nyilván nem azt fogja neki mondani, hogy ez egy halálos betegség akár, ha nem jól kezelik, vagy nem reagálsz jól a kezelésekre. Tehát ilyeneket nem mondunk egy gyereknek. De nyilván ugye, mivel azt mondtuk, hogy te meg fogsz gyógyulni, nem igazán érti azt, hogy akkor most miért nem mehető iskolába, ahogy eddig, ha úgyis meggyógyul. Tehát ezek a dolgok, amik nehezen elfogadhatóak, illetve az, hogy neki magántanulóként kell utána tovább otthon egyedül, illetve a mi segítségünkkel tanulnia, és ugyanúgy vizsgákat kell tennie az iskolában, hogy tovább tudjon haladni a társaival. És ugye még azt sem tudod megtenni, hogy amikor otthon van, hogy néha-néha egy osztálytárs meglátogatja, játszanak egy kicsit, mert nem lehet. És utána volt 15 hónap tünetmentesség, ha jól mondom. Igen, igen. Ez az úgynevezett fenntartó kezelés, amikor egy aktív kezelés véget ér, akkor elindul egy úgynevezett fenntartó kezelés. Ez általában 18 hónapig szokott tartani, és ugye ebben még gyógyszereket kell szednie a gyereknek, hogy még a megmaradt esetleg leukémiás sejtek elpusztuljanak. Na most ez az időszak nekünk a 15. hónapnál ért véget, úgymond, mert akkor derült ki egyik napról a másikra, hogy nőtt egy daganat a testében, amit ugye szövettanilag igazoltak utána, hogy ez a leukémiából kifolyólag van. Tehát azt lehet mondani, hogy visszatért a betegség. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kezdődik minden előről, ugyanúgy a kezelések, van. A kemoterápia, minden? Igen, csak annyiban más, hogy ilyenkor nincs olyan hosszú kemoterápiás kezelés, ugye mivel nekünk már annó megmondták, hogy a Daninak kiújul a leukémiája, őt transzplantálni kell. Tehát akkor már nincs mese. Na most ilyenkor egy úgynevezett visszaesős protokoll veszi kezdetét, ami egy olyan 3-3,5 hónapig tart, és akkor utána jön a csontvelő transplantáció. Tehát jelenleg akkor egy 3-3,5 hónapja vagytok bent a kórházban, lassan 4 hónapja? Igen, március elején kezdtük el a kemoterápiát, még Debrecenben, mert ugye mi Debrecen mellett lakunk, de mivel ugye a gyereknek így is úgy is ide kellett volna kerülnie Miskolcra transzplantáció miatt, én úgy láttam helyesnek, hogyha már ezt a kemoterápiás időszakot is itt töltjük, hogy addigra megismerjen itt mindenkit, az orvosokat, a helyet, a nővéreket, és akkor már nem annyira idegen, és nem annyira nehéz ez az egész, mint egyébként. Lenne. Tulajdonképpen akkor 4 fal közé bezárva, gondolom, ez egy ilyen steril box, nem? Ahova tesznek benneteket. Így van, ez 4 fal és egy üvegajtó, amin ő nem léphet ki sem abszolút, és már 3 hete ott van bent. És most hogy van? Hát a körülményekhez képest jól van, azt mondhatom, illetve az orvosok is azt mondják, hogy szépen halad, minden úgy megy, ahogy ilyenkor kell, hál' Istennek nagyobb szövődmény nem volt, csak hát ugye türelmetlen, mert ő csak azt érzékeli, hogy nem igazán történik semmi napközben, és hát boldogtó. Nehéz így a 4 fal közül, ugye, amikor kinézel az ablakon, és látod, hogy tombol a nyár, minden és mindenki a strandon van, és hát focizik is, itt ott nyaral, és akkor, hogy ő miért nem mehet. Igen. Ja, persze, hát ez nyilván a gyereknek megmagyarázni mindig a legnehezebb. Persze. Igen. Meg hát tartani benne a lelket. Igen. Na most, amiért írtál nekünk, az ugye egy jövőbeni dolog, mert hogy reményeitek szerint azért, és nyilván mi is ezt reméljük, ezt kívánjuk, egyszer véget ér ez a kezelés, ugye? És akkor elindulnátok haza, ha tudnátok, de nem tudtok, vagy nem fogtok tudni, hát, ha nincs egy kis igen, segítség. Illetve nehézkes ez az ügy, mert ugye neki egy viszonylag steril környezetet kellene otthon kialakítani, ami ugye abból áll, hogy az ő szobájában teljesen a padlótól a plafonig mindent ki kellene cserélni, illetve
olyan fertőtleníthető bútorok, illetve ágy, ágybetét, padlózat kell, amit napi szinten többször lehet fertőtleníteni. A fürdőszobát föl kellene újítani ahhoz, hogy teljesen fertőtleníthető legyen. Ugye, hát régiek ott a dolgok, úgymond már, és ezeket már nem úgy lehet fertőtleníteni, mint egy olyat, ami újonnan kerül beépítésre. Na most, hát ehhez kértem én igazából segítséget, illetve nem csak magunk miatt, mert ugye van ez az alapítvány, aki nekünk segített már korábban is, és én a kezdetek óta kapcsolatban vagyok velük, és mi úgy gondoltuk, hogyha esetleg mindenki egy kis összeg befizetésével hozzájárul, nem kell itt nagy dolgokra gondolni, pár száz forint utalásával akár, nem csak nekünk, hanem nagyon sok ilyen család van, aki szintén ilyen dolgok előtt áll, és ezért nem tudja gyerekét hazavinni, mert nem tudja megoldani azt, hogy steril környezetet biztosítson a számára. Milyen helyes vagy, hogy te még ebben a helyzetben és a többi családra is gondolsz azon kívül? Én annak idején is adakoztam, amikor Dani tünetmentes volt ebben a 15 hónapban, és én azóta mindig próbálok segíteni, hogyha tudok. Nyilván nem nagy összegekkel, de én mindig próbáltam segíteni azoknak, akik hasonló cipőben járnak. Mondván, hogy hú, de jó, mi már ugye túl vagyunk ezen, és nekünk már mennyire jó. Mert itt azért az ember, ha ebben él, akkor látja azt, hogy jó, hogy nekem ez a bajom, de vannak, akik tőlem sokkal rosszabb helyzetben vannak, mert oké, hogy betegek vagyunk, de ott az a másik, akivel esetleg nincs vele a család, ő nincs az apja, egyedül neveli az édesanyja, neki még nehezebb, vagy esetleg egy olyan betegsége van, ami még súlyosabb. Hát ott esélytelen, akár mondjuk egy ilyen steril szobát kialakítani. És akkor ilyenkor azt mondod, hogy úristen, én még mindig szerencsés vagyok, mert az én gyerekem él, és még van remény. Edith, azt nagyjából kiszámoltátok, hogy körülbelül mennyi pénzből jön ki, csak hogy a hallgatóknak is kézzelfogható legyen. Most, ha jól értem, akkor ugye két dolgot szeretnél egyszerre, teljesen jogosan. Egyrészt, hogy ugye segítsenek, neked segítsünk, próbáljunk meg, nyilván megpróbálunk. A másik, hogy közben valahogy hozzuk be ezt az alapítványt, és ha mondjuk a ti összegeteken kívül egy kicsit több jön össze, vagy a hallgató úgy gondolja, hogy még ad az alapítványnak, akkor egy kicsit támogassuk meg őket. Ez rendben van, és ez abszolút próbálunk is tudunk segíteni. Csak hogy körülbelül mi az az összeg, ami nektek mondjuk segítene, hogy létrejöjjön ez a steril szoba, a fürdőszobába, a WC-be, minden együtt, hogy Dani haza tudjon menni. Hát sajnos ez több százezer forintos nagyságrend, tehát nem túlzok, ha azt mondom, hogy 4-500 ezer forintot jelent. 4-500 ezer forint. Jó, hát ez nagyon-nagyon sok pénz, de ismerve a hallgatóinkat, azt gondolom, hogy talán lehet, hogy azért ebben egy picit tudunk majd segíteni. Így van, én ezért is mondtam, hogy nem kell itt nagy összegekre gondolni, de ha sokan egy-egy kis összeget, pár száz forintot utalnak, már az is nagyon sokat jelent, mert ugye sok embertől sok kicsi sokra megy. Mikor már attól az a menetel, vagy mit mondanak, hogyha sikerült hát minden, még a csontvelő transzplantáció, akkor körülbelül mi az az időpont, amikorra nektek ez a steril szoba, ez meg kéne, hogy legyen? Ez még több hét egyébként, ha minden a terv szerint megy, és nem jön közbe semmi, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy talán augusztus közepére, ha minden a terv szerint megy, és nem lesznek problémák, akkor augusztus közepén hazamegy. Hát az egy hónap gyakorlatilag, addig nektek ezt meg is kell csinálni, ugye a szobát, tehát ki is kell alakítani. Ebben ilyen orvosi műszerezettség is van, vagy olyankor már nem kell semmi? Tehát csak hát igazából orvosi műszerezettség nem kell, csak ez az, hogy ugye tisztán tartható, felszerelhető, illetve hát úgymond ilyen fél steril környezetet tulajdonképpen, mert hát amikor a steril boxból kikerülsz, az már nem steril ott semmi sem, hanem igazándiból ilyen félsteril. De sajnos ez nagyon elengedhetetlen, és nekik az életükben az első 100 nap az, ami nagyon-nagyon fontos, mert akkor gyakorlatilag egy egyszerű náthát nem tudnak leküzdeni, egy apró vírust, egy baktériumot semmivel nem tud a szervezetük megküzdeni. Illetve hát, hogyha kijönnek is, egész nap szájmaszkban, illetve kesztyűben kell közlekedniük, és még továbbra is sterilizálni az ételt, illetve megvan szabva az, hogy mit ehet, mit nem ehet, mit ihat, mert az sem mindegy. Csak ilyen pasztorizált vizeket, üdítőket, tehát nem nagyon nehéz ez a dolog, nem mindegy. És ez nagyon fontos. Oké, Edith, figyelj, akkor azt tudom neked ígérni, hogy beszélünk az alapítvánnyal a hírek után, jó? Fölveszük velük is gyorsan a kapcsolatot, és hát akkor mindenféleképpen természetesen megpróbálunk nektek segíteni. Jó? Ha pedig összejön esetleg egy kicsit több pénz, akár mondani fogunk majd mindenféle elérhetőséget, bankszámlaszámot, minden,
akkor pedig úgy, ahogy te kérted, vagy ahogy te mondtad, akkor ha valami megmarad, esetleg vagy több jön össze, mindegy 500 000, akkor az pedig nyilván az alapítvány hasonló szobák építésére tudja majd elkölteni, de ezt már megbeszéljük velük, jó? Mert szeretnénk őket is megszólaltatni. Itt vagy? Igen, te is. Eltűntél egy picit. Itt vagyok. Most jó, mit mondtál, bocsánat, nem hallottam. Hogy nagyon szépen köszönöm a segítségeteket, ja, és én nagyon bízom benne, hogy a hallgatók igazán átgondolják ezt, és megértik azt, hogy miről van szó, mert sajnos tényleg nem tudhatja senki, hogy holnap ki fogok állni, ahol most én. Hogyne, persze. Én nem kívánom ezt félreértésre esik, senkinek nem kíván az ember ilyet, de sajnos ezt nem lehet tudni, hogy... Mint ezt ahogy nem. Az alapítvány szlogene is szól, hogy ma én, holnap te, holnap után ő. Igen, ezt nem lehet tudni, és amíg az embernél egészség van, addig ezt egy teljesen természetes dolognak veszi, aztán egyik pillanatra a másikra beüt a miénk, és akkor jön rá, hogy úristen, milyen jó volt addig, amíg ez nem történt meg. Így van. A sok látszólagos probléma ellenére milyen jó volt, mert hát nyilván az egészség az egyetlen. Igen, és sajnos ez nem olyan dolog, ami egy-két hét alatt, illetve egy-két hónap alatt elmúlik, mert ugye itt évekről beszélünk. Hogy nem. Edith, mondd meg Daninak, hogy sok erőt kívánunk neki. Jó, puszíjuk, csokoltatjuk, mondani neki, hogy a Morning Show a fiúk. Nem tudom, hogy hallgat-e bennünket, vagy hallgatott-e régen, vagy ismer-e bennünket. Nyilván most nem tud, de sok erőt kívánunk neki. Jó? Nagyon szépen köszönöm, fiúk, igazán. És biztatjuk, hogy tartson ki, hajrá, és akkor folytatjuk az alapítvánnyal. Edith, mi még beszélünk majd, ha összejött ez az összeg, hogy akkor az mi lesz, hogy lesz a sorsa. Jó, kitartás nektek, hajrá, sok erőt köszönjük kívánunk. Köszönjük szépen. Hello. Na, drága hallgatók, nagyon helyesek vagytok, itt már külditek, hogy számlaszámot adjuk, meg mennyi kell, meg utaltok. Ne rohanjunk ennyire előre, nekünk kell egy picit hírezni, de tényleg drágák vagytok, köszönjük szépen. És utána adásba tesszük az alapítványt. Egyrészt, hogy kicsit nektek is kézzel foghatóbb legyen, hogy ők mit csinálnak, az mindig jó szerintem, hogy alapítványtól valaki megszólal, elmondja, hogy igen, elszámolunk, erre költjük forintra, pontosan minden el tudunk számolni. Azért ma ez az alapítványos igen, dolog azért sajnos. Sajnos rossz tapasztalat. Sajnos volt egy-két rossz tapasztalat néhány szemét embernek köszönhetően egy-két alapítványjal kapcsolatban. Szóval megszólaltatjuk az alapítványt, jó, akik ugye harcolnak együtt a leukémiás gyerekekért. És akkor utána mondunk majd minden elérhetőséget, jó? Úgyhogy tartogassátok még kicsit szárazon a puskapor, de drágák vagytok, köszönjük szépen a segítséget, mindjárt folytatjuk. Ákos híre után 8:30 múlt, pontosan 7 percen. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva álló mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Ugye az előző kis beszélgetés részünkben itt volt Edith, aki elmondta, hogy van egy 10 éves gyermeket, Dani, és tőletek szeretne egy kicsi segítséget kérni. Dani ugye 10 éves, ezt megtudtuk, akut leukémiával harcol, 2,5 éve, úgy volt, hogy tünetmentes, aztán kiújult. 15 hónap tünetmentesség után a betegsége, és jelenleg ugye a Miskolci kórházban kezelik, lassan 4 hónapja fekszik bent, ugye, hát tulajdonképpen egy kicsi kis boxban 4 fal között. Az apukája csak hétvégén tudja látogatni, és hál' Isten egyelőre nagyobb szövődmény nem volt, tehát úgy néz ki, mondhatni, elindult a gyógyulás útján, viszont a család szeretne segítséget kérni, mert szükségük van egy úgynevezett steril szobára, amit ugye otthon alakítanak ki, otthon azért mégis sokkal jobb gyógyulni, mint a kórházban, és hát mindent ki kell cserélni a szobájában, a padlótól a plafonig, fertőtleníthető bútorokra, ágyra, ágyneműre van szüksége a családnak, ami több 100 000 forint. Edith írt nekünk egy levelet, mi felhívtuk, beszéltünk vele, és beszélünk az alapítvány elnökével is, Krisztiánnal, mert hogy van egy alapítvány, hogy tegyünk a leukémiás gyerekekért és betegekért alapítvány, akit ugye Edith megemlített, hogy ő velük próbál együtt. Hát, hogy is mondjam. Hát együtt dolgozni, segítséget kérni. Segítséget kérni, így igen. Van. És az ugye nagyon szimpatikus volt, hogy ő elmondta azt is, hogy ő, amikor pont tünetmentes volt a gyermek, akkor segített az alapítványnak. Segített az alapítványnak, amit ő kapott. Igen. Na, itt van velünk Bajzett Krisztián. Hello Krisztián, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szia Balázs! Hello! Te az elnöke vagy a Tegyünk a leukémiás gyerekekért alapítványnak, jól mondom? Igen, jól mondod. Igazából ez nagyon jól hangzik, de én azt el kell mondani, hogy én egy ugyanolyan átlagember vagyok, mint például a Dani annak idején. Én is egy korábbi beteg vagyok, egy csontvelőtranszplantált beteg vagyok én, és aki létrehoztuk ugye az alapítványt, hogy kifejezetten betegeket támogassunk. Pont az ilyen betegeket, mint például a kis Dani. Tehát miután meggyógyultál, azt mondtad, hogy akkor az életed egy részét ennek áldozott, hogy segítsél a többi betegen? Hát ez egy nagyon szép gesztus. Hát igazából nekem az egész életem felfordult annak idején 2005-ben, mikor a betegségem kiderült, már maga az is egy véletlen folytán derült ki, illetve az is véletlen, hogy én most itt vagyok és beszélünk, ugyanis
nagyon sok nehézségen mentünk keresztül az évek alatt. De igen, igen, én az életemet ezen túl annak szenteltem, hogy létrehoztuk az alapítványt 2005-ben, és hogy minél több betegnek tudjunk segíteni. Most, ha jól látom, akkor ti mindent csináltok. Szobát festetek, ha kell, tűzifát szereztek, tehát hogy itt általában ugye leukémiás családok segítségében vagytok ott, de nem csak úgy, hogy steril szobákat hoztok létre, hanem mindenben, amit kell. Jól mondom? Amire szükség van a családnak, így van. Abszolút, abszolút. Hát ugye jönnek a különböző segítségkérések, minden család megírja, hogy mire lenne leginkább szükség, és próbálunk nekik eleget tenni. Volt olyan megkeresésünk, hogy például kaptunk egy édesapától egy levelet, hogy elfogyott a tüzeléjük, 2 napra való tűzifájuk van, és segítsünk, mert otthon van a kisgyerkőz, aki nemrég ment haza a kemoterápiás kezeléséről, és ugye nyilván fűteni kell a szobát, ahol van. És ugye próbálunk mindig lépni előre, segíteni, ahogy csak tudunk, úgyhogy dolgozunk folyamatosan. Most jelen pillanatban hány család áll sorba azért, hogy próbáljátok nekik összehozni steril szobát? Jelen pillanatban 12 segítségkérelem van az alapítványhoz beadva. Ugye sajnos várniuk kell, mert a kapacitásunk elfogyott, az adó 1%-unk, illetve a különböző adományokat ugye folyamatosan kiadtuk támogatásként, így a lehetőségeink most már leszűkültek, de próbálunk mindenkinek segíteni. És ezen 12 család gyermekeit éppen most transplantálják, vagy kemoterápiás kezelésen vesznek részt, úgyhogy tudják, hogy hamarosan haza kell menniük, ugye? Ahogy tehát a kórházban nem maradhatnak. Így van, ahogy mondod, egyik részét transzplantálják, másik részét a gyerekeknek pedig kemoterápiás kezelésen vannak, és ugye lassan mennének haza, de ugye nem adott az otthoni steril körülménynek a félsteril körülmény, úgyhogy addig ugye adják ki a kórházból. Ha valaki ezt nem tudja, adják, az nagyon veszélyes, mert ugye az olyan szövődményekkel jár, az, hogyha otthon elkap egy baktérium, vagy különböző fertőzés. És ilyenkor nincs B-verzió, tehát a kórházban nem maradhatsz, ugye? Tehát onnan kitesznek egy idő után. Hát azt kell tudni, ugye, hogy a steril boxok tönne vannak folyamatosan, amint kijön a beteg, ugye lesterilizálják, és megy is be a következő transzplantációra váró beteg, illetve ugye a kórháznak befogadó képessége is véges. Nagyon sok betegünk van sajnos. Tehát gyakorlatilag SOS segíteni kell ezeken a családokon. Igen. Hogy bírják a gyerekek? Te mit látsz rajtuk egyébként? Mert sokszor azt tapasztalni, hogy a gyerekben még több életerő van, mint a szülőben, és sokszor ő tartja a lelket a saját anyukájában, apukájában, hogy ne izgulj, apu, ne izgulj, anyu, meg fogok gyógyulni. Igen, ez abszolút így van. Ezek a gyerekek annyira erősek, annyira tudják, hogy mi a bajuk, és úgy, ahogy mondod, sokszor erősebbek, mint a szülők. Ők szokták végasztalni az anyut, aput. Mi viszont mindig fel szoktuk hívni a apukák, anyukák figyelmét, hogy amennyire csak tudnak, mosolyogjanak, jó kedvűek legyenek, mert nem jó, hogyha a gyerek azt látja, hogy anyu szomorú, apu szomorú, mert akkor egy idő után ő rá is átmegy ez a szomorúság, és én mindig azt szoktam mindenkinek mondani, hogy a gyógyulás fejben dől el nagy része. Nyilván ugye a kezelések hatására, de fejben nagyon sok mindent tudunk befolyásolni, és ez nagyon fontos, a pozitív hozzáállás. Krisztián, mi hogy tudnánk segíteni? A legegyszerűbb módon úgy, hogy közzéteszünk a morningshow.eu-n a Facebookon egy szimpla bankszámla számot, amit most azért nem kezdek el diktálni, mert az ember rosszul hallja, félreérti, nem azt írja le. Ugye nekünk itt szükségünk van egy névre, vagy az alapítvány névre, hogy ki az átutalás kedvezményezettje, hogy ezt mi föltesszük, vagy kitesszük a Facebookra. Ez a legjobb, legegyszerűbb segítség nektek? Igen, úgy gondolom, ezt mi nagyon megköszönjük. Amit ki szeretnék hangsúlyozni, és kérem szépen minden támogatónak, adományozónak a segítségét ebben, hogyha valamilyen kisebb-nagyobb összeggel is besegít nekünk, akkor mindenképpen a közleményrovatban írjuk oda, töltjük ki azt, hogy steril szobákra, adomány steril szobákra. Ez fontos, mert így tudjuk beazonosítani, illetve hát egy célzott támogatásként fogjuk tenni, és nem másra, csak kifejezetten arra a célra fogjuk költeni a teljes pénzt. Mondjuk nem tudom, nem gondolom, azért egyébként se kaptok olyan nagyon sokat, nem? Tehát nem. Milyen jó lenne, nem. Ha olyan sok összeget kéne sok összegtől megkülönböztetni, hogy ez a steril szoba, de hát gondolom olyan nagyon sok borzasztó pénzt azért egyéb helyről se kaptok igazából. Hát azt kell mondani, hogy nem, de azért vannak támogatóink, akik ismernek engem, ismerik a múltamat, és ismerik az alapítványt, hogy megbízhatóak vagyunk, és próbálnak segíteni. Egyébként ezek a kispénzű emberek azok, akik leginkább próbálnak ebben nekünk segíteni. Ez érdekes egyébként, ennek mindig ez a
mechanizmusa, vagy valahogy így működik ez a dinamikája, igen, hogy általában az ad a legtöbbet, aki az utolsó 500 vagy 1000 forintját adja oda. Én nem mondom egyébként, hogy multik, nagy vállalatok, gazdag emberek nem szoktak, mert ez egy nagyon csúnyás, buta általánosítás lenne, ez nem így igen. van. Csak sokszor hallod azt, hogy olyan is ad, vagy többször ad az, akinek kevés van. Nekünk kellene majd a bank, mindenképpen meg kell jelölni a bankot, illetve az átutalás kedvezményezetét, hogy ez egy név, egy alapítvány, tehát hogy beazonosítható igen. legyen, egy bankszámla szám azért utaláskor nem mindig szokott elég lenni a banknak, de akkor ezt majd elmondod adáson kívül, és akkor mi ezt 9 óra után néhány perccel fel is tesszük majd a honlapunkra, meg a Facebookra. Jó? Rendben, Balázs, nagyon szépen köszönjük a segítséget. Van olyan honlapotok, Facebook oldalatok, ahol meg lehet ismerkedni egy kicsit bővebben a munkátokkal, hogyha az adok, azok kíváncsiak rátok? Hogyne, természetesen, ugye ez a www.tegyünkleukémia.hu, ugye ékezetek nélkül kisbetűvel, a nevünk ugye a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány, ebből adódik. Facebookon is megtalálnak minket, ugye facebook.com/tegyünkleukémia, honlapon is fönt van minden, ugye hivatalos okirataink, mint alapítói okirat, bírósági bejegyzési végzés, a betegeinknek a története, hogy kiket minket támogattunk, az ugye az évenkénti a közhasznúsági jelentés is fönt van, az én betegségtől történtem is, úgyhogy mindent megtalál a hallgató. És akkor mondhatjuk, hogy a befolyt összegből, amennyi bejön, akkor első Edit, ugye, és az ő családja, Dani, ugye ő írt nekünk levelet, és akkor ami megmarad tulajdonképpen, akkor utána megy a többi a többi családnak, hát reméljük marad. Ugye Edit mondta, hogy 4-5-600 000 forintról van szó, ha több jön össze, akkor pedig a 12 sorban álló család valamelyikét, nyilván ahol a legszükségesebb, legfontosabb, leggyorsabban kell cselekedni, emelitek ki, és akkor a többi, a maradék összeg az nekik megy, jól gondolom? Pontosan. Ezért is kértem a hallgatókat, hogyha segítenek nekünk, akkor mindenképp a közleményrovatot töltsük ki, célzott támogatásként fog jönni, és itt nincs az, hogy működési költségre elmegy annyi, itt a teljes pénz, amit kapunk, az cél szerint fog beszfordítva. De klassz. Hát Krisztián, nagyon szépen köszönjük, hogy vagytok, hogy léteztek, hogy dolgoztok, és akkor mindent adatot elkérünk, jó? 9 óra után néhány perccel pedig akkor a morningshow.eu-n és a Facebook oldalunkon ott lesz minden, aki szeretne Editnek, Daninak segíteni, akkor így is megteheti, hogy rajtatok keresztül. Itt néhányan mondták, hogy közvetlenül Editnek szeretnének felajánlani, azt is megértjük, természetesen összekötünk mindenkit mindenkivel, de hogy akkor maradjon kicsi még az alapítványnak, reméljük több jön össze, mint 600 000, akkor mi közzétesszük az elérhetőségeket. Krisztián, köszönjük szépen, nagyon szép dolgot csináltok, hál' Isten, hogy vagytok, szépen. Hát nagyon, nagyon szükség van az sajnos. Ilyen típusú alapítványokra, igen. Hát muszáj. Hát ugye én annak idején beteg éveimben tapasztaltam, hogy mind megy keresztül egy ilyen beteg, így nagyon is jól tudom, hogy például Daniék is milyen helyzetben vannak, és azt is tudom, hogy mennyire jól jön ilyenkor a segítség. Igen, hát egészséges emberként, aki egészséges gyereket nevel, az mindig csak elképzelni tudja, vagy beleélni magát egy helyzetbe, de hát azért az még mindig nem ugyanaz, vagy nem tud ugyanaz lenni. Nyilván értelemszerűen, mint amikor az embernek egyszer csak egy ilyen sorscsapás történik a családja, és ott jön rá, hogy atya úristen, hát mennyire nem valódi problémák voltak addig, amíg a gyerek egészséges volt, mert hogy ez a valódi probléma, minden más szerintem azért meg lehet oldani, vagy túl lehet élni. Igen, nem kívánom senkinek. Hogyne. Krisztián, köszönjük, beszélünk. Jó, néhány nap múlva mindenképpen mi elmegyünk jövő héten szabadságra, de szerintem azért péntekig úgyis az összegek nagy része megérkezik. Lehet, hogy mi pénteken megcsörgetnénk, hogy körülbelül mennyi jött össze. Mindenképp, jó? Természetesen várom a hívást, és amit nagyon fontosnak tartok így a beszélgetés végére kihangsúlyozni, hogy ténylegesen természetesen minden forintot el fogunk tudni számolni. De jó, hát az jó. Fontos. Néhányan megtépázták, igen, az alapítványok hírnevét. Sajnos, egyébként, igen. Krisztián, köszönjük, ciao. Bocsánat, még igen? egy mondat, én mindig azt szoktam mondani, hogy ugye, mert mindenki meghallja, hogy alapítvány, és rögtön arra asszociál mindenki, hogy hát nem segítünk, az úgysem oda megy. Én mindig azt a jó példát szoktam elmondani, hogy vannak köztünk emberek között rablók, gyilkosok, betörők, de azért, mert valaki az, nem mindenki feltétlen gyilkol és rabol. Hát egy abszolút igazad van. Abszolút igazad, mi is azért szólaltatunk meg valakit az alapítványot téged, mert így azért a hallgatók neki sokkal kézzelfoghatóbb, érthetőbb, bennünk is megbíznak, ismernek bennünket, tudják, hogy azért mi is olyat engedünk adásba, és olyannal beszélünk, akiről azért mi is tudjuk, gondoljuk, hiszük, utána nézünk, hogy azért jó helyre megy, úgyhogy persze, ez fontos, hogy valaki megszólaljon. Krisztián, tényleg mennünk kell, nagyon köszönjük. Nem, beszélünk, de hogy tartottál fel. Balázs.
Ne viccelj. Szép napot mindenkinek. Köszönjük, ciao, Bajza Krisztián, az alapítvány elnöke. Köszönjük szépen. Na, drága hallgatók, rajtatok a világ szeme. Jó, mindenki, aki úgy érzi, hogy szeretne segíteni. Az összeg szinte teljesen mindegy abból a szempontból, mondom, hogy ki amennyit akar, itt nincs jó, meg jobb, meg több, meg még több. Ha valakinek van 2000, annak is nagyon örülünk, ha valakinek több van, természetesen annak is. Az elérhetőségek a Facebook oldalunkon, és a morningshow.eu-n is fönt lesznek bankszámlaszámmal, bankkal, közleményrovatban, ugye amit be kell írni mindennel, hogy már tényleg csak egy entert kell nyomni az utalásra. Jó, szeretnénk kérni mindenkit, aki megteheti, hát mi azért egy évben néhányszor kijátszuk ezt a kártyát, de szerintem lehet, segítsetek, jól, nagyon drágák vagytok. Köszönjük szépen. Hármasugrás, beugró. A hármasugrás kérdés, beugró, ugye júli rovata után lesz Forma 1-es játékunk. Hogyne. Így van. Melyik legendás Forma 1-es pilótát nevezték a professzornak? Azt a mindenségét. Ez az! És mit lehet nyerni ezért a jó kérdésért? Semmit. Tapasztalatot. Egyelőre. Egyelőre csak egy választ küldesz, aztán majd lehet, hogy ott lehetsz a Forma 1-es. Ki volt a professzor, illetve ki a professzor? Bizonyám, ez a kérdés. 3 perc van pontosan, 9 óra, minden elérhetőség a Facebookon és a morningshow.eu. Mi pedig jövünk, Ákos híre után. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Drága hallgatók, hát nem... Csalottunk bennetek egy jó kis Aerosmith után. Jó volt ez Joe Perrynek is jobbulást, ha valaki beszél vele, Zahár Gábor például adját. Igen, adjátok át, hogy a Morning Show üdvözli Joe Perryt, hogy tényleg most nem akarok viccelődni az állapotával kapcsolatban, de hát szörnyű. Szeretjük őt, kedveljük, de hát csak az a pár évtized, ugye. Csoda, hogy ilyen jó formában van. Nem volt idáig. Bedekózással töltött. Igen. Na, drága hallgatók, hát az van, amire számítottunk, fölrobbant az SMS fal, mindenkinek szól a telefonja, mindenki mozgósított mindenkit, és folyamatosan hívtok bennünket, SMS-en üzentek, hogy ennyit vagy annyit adtok, nagyon drágák vagytok, ki közvetlen egyébként Edittel szeretne kapcsolatba lépni, erre is adunk majd lehetőséget. Júli adás után mindenkit mindenkivel összekölt, az SMS-ek közül is látjuk, hogy rengetegen keresitek az elérhetőséget, és szeretnétek utalni. Tényleg elhihetitek, hogy jó helyre megy. Krisztián elmondta az alapítvány elnökeként, hogy mindent megtesznek, minden forinttal elszámolnak, úgyhogy fönt van már egyébként a Facebook oldalunkon is az elérhetőség, a bankszámlaszám, hogy mit kell közleménybe írni, hogy ki a kedvezményezett ugye az utalásnál, kérte Krisztián, hogy írjuk oda, hogy sterilszoba. Pénteken mondjuk majd az összeget, és egyébként nagyon sokan írtak SMS-t, hogy közvetlenül, amit mondtam az előbb, ők Editnek, vagy az ő bankszámlájára szeretnék átutalni az összeget, kisebbet, nagyobbat, van, aki felajánlotta az egész szoba átalakítását, kialakítását, többen is, úgyhogy hát nagyon köszönjük, nyilván minden forint, minden pénz jól jön. 12 családról van szó, 12. Ugye? Így van. Csak akik nagyon sürgősen kellene ez a steril szoba, tehát ne álljunk meg a pénzzel, hadd szóljon, és akkor remélhetőleg minden gyereket haza tudnak vinni a szülők. Így van, ez is jobb szerintem, ha az alapítványnak utaltok, mert ők elintézik Edit szobáját, és ami megmarad, akkor még nem csak Editnek segítetek, hanem a másik 12 családnak is. Edit szobája az tulajdonképpen szerintem meg is van, mert nagyon sokan ajánlottak sokat. Hál' Isten, ki többet, ki kevesebbet, de minden forint jól jön, úgyhogy nagyon drágák vagytok. Pénteken akkor fölhívjuk újra Krisztián, megkérdezzük, hogy körülbelül hány 100 000 forint jött össze, vagy mennyi az a pénz, amit sikerült összegyűjteni. Mindenkinek köszönjük szépen. Na, jönnek a jó megoldások a Forma 1-es játékunkra is, ez nagyon jó. És azt nézem, hogy van egy 9 kilométeres sorunk Budapest felé, az M5-ösön, az M0-ás előtt. Hajrá, magyarok! Írta Ede, csodálatos pillanatok ezek, tehát 9 kilométeres a sor Budapest felé, az M5-ösön, az M0-ás előtt. Ott most lehet, hogy a 0-ásra felkanyarodva van egy kis baj, vagy ott valamit csinálnak, nem tudom. Minden esetre türelmet. Valamiért mindig. Na. Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli! Szevasztok, srácok! Jó reggelt! Hello!
Mi újság van? Hazajöttek a gyerekeim a táborból, képzeljétek el, mi mentünk le, értük a férjemmel. Ez egy nomád tábor volt. Miért nem jöttek föl maguk? Igen, a nomád tábor után. Miért nem hajtották haza a birkákat? Legközelebb majd megkérem őket, gyalogoljanak haza. Nem volt se víz, se villany, pontosabban volt egy patak a tábor végében. Júrtában aludtak. Ez egy ilyen olcsóbb tábor volt? Nem, egyébként a vidéki rokonoknak. Árában egyébként hasonló volt, mint egy átlagos tábor. És amikor lementünk, akkor láttam, hogy tulajdonképpen milyen körülmények között éltek ezek a gyerekek egy hétig. Hát amikor megláttam őket, láttam, hogy mind a két gyerek iszonyatosan szutykos, és össze-vissza van. Hát az a dolga. Tele van mindenféle sérüléssel, de hogy egyébként imádták. Szóval egy héten keresztül ezek volt, hogy ruhástól ugrottak be a patakba, bunkereket építettek, kommandóztak, koszosak voltak, senki nem szólt rájuk, hogy mossák kezet, maguknak főztek, felfedeztek, bogarakat gyűjtöttek, szóval egy ilyen teljes, tényleg nomád volt minden tekintetben. A lányomnak az ágya, mert hogy voltak ezek a jurták, volt egy kis ágy, amin volt egy ilyen matrac, amin tele volt szorva a ruháival, annak a tetejében volt az ő hálózsáka. És gyönyörűen tudott aludni. És teljesen jól ez a gyerek ilyen. Te nálad, hogyha kicsit így meggyűrődik a lepedő, kész vagy teljesen gyerek. Igen. Tök mindegy, elfáradt, lefekszik valahol, lóg a feje, és alszik reggel. Jó, de otthon el is játsz egyébként, hogy hát én nem fogok eludni, hogy néz ki ez a párna, és egyáltalán ez nem a kedvenc, ágy nem üm, és igen, stb. De hogy mekkora különbség van a között a gyerek között, aki ott és akkor aludt, és akit én aztán utána hazahoztam, mert hogy egyébként a gyerekek, képzeld, hogy éjszakánként kimentek, körbefeküdték a tábortüzet, és kint aludtak az erdőben. A tök sötétben volt egy elemlámpájuk, világított a tábortűz, és ennyi. És hogy azon gondolkodtam az első este, amikor elmentek, és úgy lekapcsoltam a lámpát, és csak a közvilágítás egy kicsit így bevilágított, hogy te jó Isten, ezek ott ülnek bent a tök sötétben. Hogy ezek összefogják. A férjedet azonnal induljunk, mi lesz velük? És Géza bácsi a nevelő csak 3 nap múlva érkezik. És tudod, mi történik ilyenkor? Az van, hogy a gyerek tudja, hogy a rabszolga, aki te vagy, meg én vagyok neki, nincs ott. Nincs. És meg tudja oldani. Tehát nem az van, hogy anya, apa, nincs rabszolgája, tudom, az, akik mi vagyunk, és onnantól kezdve ő nagyon vidáman és nagyon jól tudja élni az életét egy hétig. Nézd meg, villany nélkül, minden nélkül. De nem hiszem el egyébként, hogy tényleg, de tényleg így van, és nem értem, hogy miért. Akkor nem vagyunk otthon véletlenül, és a virág otthon van, egyedül jön hozzá valami rokon, vagy be, akkor el tud mosogatni, akkor rendet tud csinálni, akkor meg tud főzni, akkor mindent meg tud magának csinálni. Amikor otthon vagy, mert megcsinálod. Mert hát megcsinálod, Jani. Hát nem szabad megcsinálni. Persze. Te is megcsinálod, én is, a Juli is, a Balázs én is. Én nem csinálom meg mindig, hát sőt, nálunk egy csomószor van, hogy na, intézd el magad, csinálj magadnak szörpöt, nyújj be a hűtőbe, ott van a joghurt, ki tudod venni, edd meg, tudod, hol van a kanál, engedj magadnak vizet, és a többi. Tehát most már egy csomószor automaták. Én azt nem bírom elviselni, amikor azt látom, hogy tudod, hogy megy, és úgy tötyörög, és úgy szöszöl, és kinyitja, és nyitva hagyja, és akkor úgy hagyja, és akkor inkább oda megyek, és megcsinálom én, hogy jaj, csak ezt ne kelljen néznem, és akkor elintézem én helyette. És nyilván ő ezt csomószor rájátszik erre a történetre. Tehát, hogy véletlen nyitva is hagyja, még nehezen érem el, és akkor én is odalépek, és segítek neki. De hát ez baromira bejött. Úgyhogy a kis csaj Lidia, az holnap indul a következő táborba. Megy le Balatonra. Ezért ez egy modern dolog, nem táborról táborba. Ez jó. Figyelj, hát, ha az embernek van rá lehetősége, ha menjen is, akkor menjen. Szóval persze, én is ezt mondom, nekünk is táborozik a Beni. Nálunk még reggel elmegy, este hazajön. De hát ez egy jó megoldás. De boldogságot is. Úszik, mászik, sporttáborban van. Jön, mert tanul, focizik, teniszezik, úszik, ott van a kis barátaival, tök jó. És be van sózva egyébként, örült neki a lehetőségnek? Hát szó. Szóval ő neki úgy van a mozgástere, hogy igen, inkább örültünk, mert találunk, meg örültünk, hogy találtunk valakit, akivel el tud menni, mert ő egyedül nem megy be idegen gyerekek közé, mondja neki, nincsenek ott a barátai, ne zsibasszuk ezzel, ő majd el van velünk otthon. Ha ott van egy-két bandatag, még az oviból, akkor szívesen megy, és itt ezt úgy sikerült összehozni, hogy vannak az oviból szintén ebben a táborban, de ez még ilyen reggel elmegy, este hazahozzuk. Ha nem megyünk érte, akkor elindul gyalog, tehát elég agresszív. Nem tűri az ellenmondást. De már költöztök, tehát igen, mindig elbújunk, nem talál otthon, én kicsit megijed. Szóval, hogy még nem ott alvós, de már ez is nagy dolog, hogy elment, úgyhogy segítség a tábor, persze. Nekünk 2 éve járnak ilyen táborokba, és most már nagyon. Még nálad ott azért jó, mert a nagy viszi a kicsit, és a kicsinek ott a nagy, az már húzzák egymást. Tehát az öcsöknek mindig szerencsés, ebben mindig van egy biztos pont a bácsi. És tök érdekes volt, mert mesélte a tanítónéni, hogy egyébként nagyon büszke a gyerekekre, mert nagyon szépen viselkedtek, mint testvérpár, tehát hogy segítették egymást.
Ehhez képest ezek hazajönnek, és nyírják, és gyilkolják, és ölik egymást, amitől az embernek a haja égnek áll. De hogy állítólag ott szuper jól viselkedtek, a bajban és abszolút partnerei voltak egymásnak. Csak nekem játsszák. Persze, hát olyankor összezárnak. Hát ha nincs szülő, és akkor meg kell védeni a tesót, akkor azért az működik. Csak otthon. Otthon megy a harc. Na, mit hoztál, Juliska? Na, srácok, figyeljetek. Tudjátok, mi az, hogy családállítás? Hűha. Én tudom. Én ismerem a módszert, igen. Családállításon jár. Nem mondod? Tényleg? Családállításra, igen. Na, hát ez egy nagy élmény. Családállításról ugye azt kell tudni, hogy ezt egy Hellinger nevű pszichoterapeuta találta ki a 80-as években. Pontosabban nem találta ki, hanem azt mondta, hogy ez ott volt mindig, csak ő rálelt erre a módszerre. Ugye a lényeg az, hogy ő azt vizsgálta, hogy bizonyos családokban miért térnek vissza ugyanazok a sorsok újra és újra generációra a generációra. Tehát, hogyha a nagypapa alkoholista volt, akkor miért alkoholista a gyereke, miért alkoholista az unoka, miért alkoholista annak a gyereke, és a többi. És a többi. És hogy rájött, illetve pontosabban azt mondta, hogy vannak sorsok, amiket nem csak feltétlenül a te tapasztalataid, a te életed történései befolyásolnak, hanem a te felmenőidnek, a te rokonaidnak, a te családodhoz tartozó embereknek az élet eseményei is, mert hogy az embereket, illetve a családtagokat egyfajta láthatatlan családháló, egy család lélek köti össze. És hogyha ebben a család lélekben megborul az egyensúly, valakinek nehéz sorsa van, akkor én ezt a sorsot tudattalanul átvállalhatom tőle, ezt a nehéz pakkot én átveszem tőle, sokszor úgy is, hogy nem is tudok róla. És itt most nem feltétlenül arról van szó, hogyha édesanyám depressziós volt, akkor én is depressziós leszek, mert hogy egy ilyen családban nőttem föl, ezt láttam, és ez volt a minta, hanem sokszor olyan történetek is, olyan sorsok is bekúsznak, aminek te nem is vagy a tudatában, tehát nagyszülő, dédszülő, tehát akit te nem is ismertél, és olyan is, hogy tehát mondjuk az én dédapám volt valamilyen, igen. De a nagyapám meg az apám nem, és én viszont megint nem, olyan én leszek. Igen, ez egy nagyon jó módszer egyébként. Igen. Te voltál? Én voltam, én megcsináltam. Többen is voltam. Tehát ez ugye többféle tudsz csinálni, vagy te mész segíteni, igen, állítani, vagy neked állítanak. Ugye, neked állítanak, az amikor te végignézed ülve, hogy hogy néz ki a te családon. Ugye beszélünk magáról a módszerről, hogy ez hogy zajlik, mert nagyon érdekes. A másik, amikor te állsz beállítani, és te csak résztvevője vagy, és eljátszod valakinek az apukáját, anyukáját úgy, hogy ő meg kívülről nézi, és te alakítod az egyik családtagját. Meséljél már, mi történik. Figyelj, nagyon durva. Egyébként nagyon durva. Én nem akarom a Juli témáját elvenni. Nem, kezd el, te, mert én meg akkor mondom, hogy nekem mik voltak a tapasztalataim. Kinél voltál? Angster Máriánál. Tényleg? Hát ő az egyik legnagyobb ebben. Te is nála voltál? Én nála csináltam. Hát ő honosította ezt tulajdonképpen. Akkor lehet, hogy is már minket is összeköt valami. Lehet, nála. Igen. 11. kerületben már az új helyem? Vagy hol? 11-ben volt? Két helyem. Beszélgetés. Csak érdezem, hogy kinél volt. Az Angster Mari... Két helyszínen volt. Én két helyszínen voltam egyébként. Kétszer voltam én is. Állítottál és állítottam és segítettem. Na, hogy állítunk? Figyelj, nagyon durva a dolog. Ugye csak, hogy működik maga a rendszer. A rendszer azt mondja, hogy van egy úgynevezett mező, ezt hívhatjuk, mint a morfogenetikus mezőnek, vagy bárminek, ami emlékszik minden olyan információra, ami a családon belül történt. És tulajdonképpen, amikor te állítasz, akkor te odamész a Marihoz, ha hozzámész, érdemes hozzámenni, mert tényleg az egyik legjobb, és elmondod, hogy te milyen problémával jöttél. Tehát mondjuk, nem tudom, volt két vetélésed, vagy depressziós vagy, vagy az anyád alkoholista, és te is iszol, vagy nem találod a hangot a férjeddel, a nem gyerekeddel. Akarsz a második nem akar összejönni a második gyerek. Nagyon sok okot beszélhetsz te ott meg. Egyébként, bocsánat, mondd. Hogy tök fura, hogy ugye ez a módszer azt mondja, hogy kvázi mindenféle problémára megoldást talál. Tehát testi és lelki bajokra is. Arra is, hogyha te mondjuk a munkahelyeden folyamatosan ugyanazokban az emberekbe futsz bele, ugyanazokban a problémákban akadsz el, akkor annak is valami oka lehet, amit a felmenőitől hozol, és akkor ezeket is meg lehet találni. Igen. És működik egy úgynevezett csoport lelkiismeret a családban, amiről ugye te nem tudsz, de például csinálhatod azt, hogy te belépsz valakinek a helyére, és az ő életét kezded el élni. Vagy ha az anyáddal valami rossz történt, és te azt végignézed gyerekként, akkor akarva akaratlanul az ő helyébe lépve átvállalod ezt a szenvedést, és átveszed az ő életét, és elkezded ugyanazokat a mintákat követni, ugyanúgy élni, ugyanúgy depressziósnak lenni, mert mondjuk ezt látod, vagy ez a minta, vagy az ő helyébe lépte. Tehát baromi érdekes a dolog, és azt mondja, hogy a család egy nagyon érzékenyen működő, szövevényes érzelmi háló, ahol mindenki mindenkire hatással van. Szülők, nagyszülők, gyerekek, még akár a meg nem született gyerekek is. Tehát baromi érdekes. A családállítás maga úgy néz ki, hogy leülsz, elmondod a Marinak a problémádat,
hogy miért jöttél? Ugye kell, hogy valamit megfogalmazzál. Csak kíváncsi vagy, vagy van egy adott probléma, jó, ha van egy adott kérdés. Uh-huh. Hogy valakivel te a családban nem találod meg a dolgot, férjed, feleséged, elváltál, a második házasságot megy kudarcba, nem találod a hangot a gyerekedet, tehát számos probléma lehet. Uh-huh. Leülsz a Mari mellé, jelentkeznek önként szereplők, vagy a Mari kijelöli. Vagy te kijelölsz, így van, hogy te legyél az apám, te legyél az anyám, vadidegen emberekkel ülsz egy terem, egyébként zseniális. Te legyél a hugom, te legyél a meg nem született tesóm, te meg legyél a nagyapám, tehát a probléma szereplői te kijelölöd. Uh-huh. És most jön a döbbenetes rész a történetben, amit én addig nem hittem el, amíg ebben nem vettem részt, hogy azt mondja a Mari, hogy akkor mindenki foglalja el a térben az adott helyet. De magadtól kell menned? Igen, magadtól. És képzeld el, hogy megdöbbentő a dolog, mert te végignézed azt, hogy vadidegen emberek a családodnak megfelelő érzelmi minta alapján fölállnak egy szőnyegre. De úgy állnak föl, hogy valaki 2 méter áll valakitől. Valaki azt érzi, hogy én nekem közel kell állnom hozzád. Valaki úgy beáll, de nincs irányítva, mint úgy állsz. Valaki úgy beáll, hogy hátat fordít a másiknak. Te csak érzel valamit, és az érzéseidnek megfelelően azt mondod, hogy nekem itt jó. Valaki azt mondja, hogy nekem most jó érzés lenne leülni. Akkor te leülsz. Kialakul egy kép. És a képben mindenki úgy áll be, amit ő érez. Ha én hozzád közel akarok lenni, oda megyek, le akarok ülni, lefekszem, van, aki lefekszik. Fölveszed azt a mezőt, ismeretlen szereplőként, amit a te családod, vagy az ő családja, ugye tulajdonképpen. És ez leképzi a te családod? És leképzi, képzeld el. És utána például volt olyan, ahol a férj és a feleség akarva akaratlanul háttal állt be egymásnak, és mondtam már, hogy menjetek közelebb, és mondtam, hogy én nem bírok közelebb menni. És kiderült, hogy miért nem bírnak közelebb menni, hogy a gyerek miért ült a földre, mert ő gyerekként éli meg magát, nem emelik föl, hogy valaki miért feküdt le, hogy valaki miért állt ki a szőnyeg végére, és a majd megszólaltatja, te miért állsz ott? Te ki vagy a nagypapa? Na, látod a családodat? Megnézed kívülről, és a Mari megfejti neked, hogy miért áll úgy a család, ahogy áll. Uh-huh. Az agyad megáll annyira durva. Nagyon kemény. És de akkor az apádról ezt kell tűnni, azért áll így az anyád, de a nagyanyád azért fekszik ott a kedves papa, mert tudod, ugye? Igen, emlékszel, és is elfoghatatlan. És te nem csinálsz más családállítóként, mint amikor te állítasz, csak azt érzed, hogy valami visz, hogy neked most ide jó leülni, vagy jó odállni. De nem érted, hogy miért, csak mozogsz egy mezőben. De hát valakinek befolyásolni kell azt, nem? Hogy a Jani nem a tudja, kis húg, nem tudod, képzeld el. Én vagyok a öreg apu. A Juli elmondja a problémát, hogy az a probléma, hogy a második férjemtől válok el. Fölállítod a családot, de nem tudod, hogy te ő hogy van az anyjával. Te nem tudsz semmit a Juliról, és mégis beállsz a Janinak háttal, ha te vagy a férj és ő a feleség, vagy te vagy a gyerek és ő az anya, és ti egy méter álltok egymástól, úgyhogy azt tudod, hogy neked itt jó állni. Na de hát én hogy csatlakozom be a Juli életébe, érted? Nem te csatlakozol be, hanem felveszed azt a mezőt, beállsz abba a mezőbe, ami Juli élet, és megtestesítesz valakit, egy apát, egy anyát, egy gyereket, és te beleállsz abba a mezőbe, és odaállsz, ahol egyébként a Juli családjában annak a valakinek helye van. Uh-huh. Figyelj, megáll az ész. Az én életemnek, mintha lenne egy stencile, amit abban a pillanatban rárakok arra a csoportra, akik ott és vannak. És úgy áll föl a csoport. Jó, hát igen, csak ugye a stencil az egy megfogható dolog, de itt mi a stencil? Ez a mező? Igen. Az emlékező igen, mező? Igen. És rájössz, hogy tényleg úgy áll fel a család, én megcsináltam. Most egyébként a Jani rosszul, csak mondom. De figyelj, én érdeklődve hallgatom a dolgot, mert hihetetlen a dolog. Jó, a módszert körülbelül ismerjük. Mi volt a tapasztalat, Juli? Nézd, nekem az volt a bajom egyébként, hogy egy csomó ember, ahogy kiült, szerintem jóval több információt árult el magáról, mint amennyit kellett volna. Tehát elkezdte alakítani a megszemélyesített személyről? Nem, tehát elmondta a problémáját, de tulajdonképpen ezzel a problémával egy csomó olyan információt mondott el, hogy az én apám és az én anyám, és nem jött aha. ki, és akkor izé. És akkor azt mondja, hogy oké, akkor tegyük fel a családot. Az az ember, aki ott áll velem szembe, és eljátsza az én apámat, anyámat, az hallotta azt, hogy az én apám és az én anyám nem jött ki jól, tehát ők beállnak, és azt mondják, igen, érzem a borzongást. Tehát érzem azt, hogy aha. itt valami nem stimmel. És akkor ehhez a történethez állnak hozzá emberek. Nyilván az volt az érdekes mindig, hogy a minél kevesebb információ hangzott el, mert volt, aki úgy érezte, hogy túl kell beszélni ezt az egészet, és olyankor a Mária mondta mindig, hogy na, elég legyen, gyere, álljunk fel, és csináljuk a dolgokat. Mari nagyon durván küldi. De hogy egy csomószor éreztem azt, hogy hát gyerekek, ebből nem nehéz fölállni ebbe a történetben, mert igen, tennie. Elmondtad azt, hogy a feleséged, a férjed, és egyébként nem jön össze a második gyerek, vagy ilyen és olyan problémáid vannak, tehát hogy itt tulajdonképpen elég határozott erőviszonyokat írt le, és akkor abba álltak be az emberek. Akkor vált nagyon érdekessé számomra, de tök érdekes voltak, mert hogy én kétszer voltam. Az első napon én segítettem állítani, és a második napon nekem is állítottak. Nekem azok a voltak állítások, amik nagyon meggyőzőek voltak, és azt mondtam, hogy fú, ez nagyon érdekes. Voltak állítások, amikre azt mondtam, hogy hát ez
ez most nem volt egy nagy bánás, vagy hát ez így, tehát hogy így. Tehát fura volt. Nem, voltak szituációk, amikor azt éreztem, hogy igen, ez a módszer működik, és voltak szituációk, amikor azt, hogy ez most egy humbuk. Tehát itt most mindenki szerepet játszik. És ugye Mária sokszor mondta azt, hogy próbáld meg kiüríteni a gondolataidat, és az az első benyomás, amit érzel, az a helyes, és azt szerint állj be, és ne gondolkodj azon, hogy egy sértett feleségnek hogyan kellene viselkednie, vagy egy anyának, aki elvesztette a gyerekét, annak mit kellene éreznie, mert nem feltétlenül ezek a vonalak a jók, majd az érzés visz téged. És de az, hogy ezek az idegen emberek megszemélyisítenek családtagjaidat, az miben segít? Én szerintem egyébként az, hogy most van egy családháló, és hogy ebben ugye a másik, ami még szintén kérdéses vagy véleményes számomra az, hogy te mit látsz bele ezekbe a viszonyokba? Mert az, hogy két ember egymásnak háttal áll, akkor az igen, az lehet egy ellenségeskedés, lehet egy konfliktus. Tehát ez olyan, mintha kívülről látnád a saját családodat? Igen, tehát felállnak ezek a szereplők, igen, és van közöttük egy erőviszony. Ez néha számodra nyilván, hogyha nem árultad el, hogy mi a nexus a különböző családtagok között, akkor azért ez néha megdöbbentő, hogyha azt látod, hogy tényleg egymás elé mögé állnak, hogy látod az alá fölérendeltségi viszonyt. Tehát a saját családodon kívülre kerülsz, és mivel kívülről nézed a dolgot, ezáltal sokkal jobban milyen igen nexusban volt, még ha nem is tudsz ezekről a dolgokról. És megoldást kapsz a végén? Tehát vagy csak látod kívülről, és az már maga a megoldás. Igen, tehát hogy sokszor az van, hogy elvileg ez ugye ez a módszer ez arról szól, hogyha az emberek jól álltak föl, és te ezt kívülről látod, akkor tulajdonképpen átszakad egyfajta gát. És azt érzed, hogy igen, basszus, ez a probléma, megtaláltuk, igen, tényleg, hát nem láttam eddig, de tényleg ott volt az a nagymama, vagy az a nagypapa, vagy az a nagybácsi, aki hadifogoly volt, és aki bezárva élt, és éhezett, és ezért éheztetem én most magam, és ezért vannak táplálkozási zavaraim, vagy bármi. És akkor ezek így szépen így lejönnek, és ott átszakad valami, és akkor te ott állsz azzal a nagypapával, vagy valakivel szemben, a Mária áll a hátad mögött, vagy ül a hátad mögött, és azt mondja, hogy akkor most mondd a következőket. Én nem tudom tovább cipelni ezt a sorsot. És akkor te mondod ezt. Én nem tudom tovább cipelni ezt a sorsot. Nem most... igazán neked való, Feri. Látom az arcodat. Gondolom, hogy igen. Tudom, hogy te éheztél a hadifogságban, mert kénytelen voltál, és majdnem belehaltál, és melletted emberek haltak meg, de én nem akarom saját magamat elsorvasztani. És ezt te elmondod? És te ezt elmondod, és közben potyognak a könnyeid, mert egyrészt kimondasz valami olyasmit, egy aktuális problémát, amit téged nyomaszt. Aha. Másrészt egyébként a hipnózisnak és a szuggesziónak pont ez a lényege, hogy bizonyos dolgokat kimondasz, és ismétled magadnak, és súlykolod magadnak, és akkor ez így beindul, és egy programot ültet el az agyadba. Egy jó ember vagyok, és az, ami történik velem, az nem azért történik, mert én kretén vagyok, vagy rosszul élem az életemet, hanem mert tőletek vettem át csomagokat, és sorsokat, és sztorikat. Aha. És amikor ezeket így oda tudsz, vannak szituációk, csak pszichodráma is egyébként erről szól, hogy ott vannak emberek, sérelmek vannak benned, rossz érzések, frusztrációk, és ott van valaki, aki a te apád vagy anyád, akivel neked soha nem volt jó viszonyod, de ott a szituáció, hogy azt mondhass neki, hogy sose neveltél úgy, ahogy kellett volna. És anyádnak elmondod utána? Tehát ha elmondod a műanyádnak, akik odaállítottak, érted, 10 000 plusz áfáért, de mindegy, tehát odaállítottak, a műanyádnak elmondod, és utána duzzogsz egész életedben, mert az igazi anyádnak nem mered elmondani. Nem, mert azzal, hogy elmondod neki, és azzal, hogy kimondod ezeket a dolgokat, tulajdonképpen elcsitul a tenger. De a rendes anyádnak elmondod, hogy mi a baj? Nem, mert ezek de miért nem? Anyaba, beszéltem veled, a szemedben mondtam igen, mindent. Igen, és végeztünk. Mi és az anyád ott áll, érted? Szóval az kicsit várnám a annyira helyet tettelek, muter. Állítólag az a módszer lényege az, hogy itt ezeket az embereket tulajdonképpen ebben a rendszerben helyre teszed, ott abban a szobában, akkor kvázi ez a probléma megoldódik. Én mondjuk szkeptikus vagyok azokkal a módszerekkel kapcsolatosan, amik egyrészt azt mondják, hogy gyakorlatilag azonnali gyógyulást eredményez, és hogy minden problémára működik. Azt mondják egyébként, hogy ezeknek az embereknek, akik elmennek ilyen családállításra, 70-80%-ának az életében jelentős változás áll be. Tehát, hogy azok a tünetek, ami miatt ő elment, és azok a panaszok, amik állandóan ismételték önmagukat, és soha nem tudtad megmagyarázni, hogy van egy tök jó családod, van egy két szép egészséges gyereked, egy szerető férjed, egy jó családod, akkor mi a túróért vagyok én depressziós, hogy ezek tünetek utána állítólag enyhülnek. Te mivel mentél, ezt meg szabad kérdezni? Én a Milánra állítottam. Aha. A Milán és a te kapcsolatodra? Igen, mert én a Milán érzem úgy, hogy van egy olyan dolgai vannak, amiket úgy érzem, hogy nem értem, hogy miért viselkedik úgy, olyan, mintha nem a
Tehát arról van szó, hogy a Mimi állandóan úgy kerekíti a dolgokat, hogy mindig a legrosszabbat hozza ki egy adott szituációból. Aha. Tehát, hogy mindig megmagyarázza az, hogy az adott helyzet de miért nem... rossz, nem? Mindenkinek. Hogy neki miért nem jó. Hogy ez miért tökéletlen az a pillanat, hogy abban mi a rossz. Sose a jót keresi, mindig a rosszat keresi. És a Műmilánnak megmondtad, hogy mi van? És akkor nekem felállt a... Igen, picit fura volt egy 28 éves géplakatos. Nekem felállt a család. Számomra tök fura volt, hogy azok az emberek... Nem véletlen nem beszélek én ilyen dolgokról. Azok az emberek, de olyan jó, hogy te beszélsz, mert nem nekem kell. Nehéz ezt elmondani. Én azt hittem, hogy ők szerepet játszanak ebben a sztoriban, azok elvileg egyáltalán nem játszottak szerepet ebben a sztoriban. Ami nekem még szintén furcsa volt, amiről Mária beszélt, hogy állítólag minden második terhesség ikerterhesség. És hogy az iker terhesség, tehát az, hogy melletted valaki felszívódik és igen, eltűnik, nem születik meg, igen. Ez már sokszor egy ilyen tehát egy defektussal, egy lépés hátránnyal indul a te életed, mert hogy te valaki helyett megszülettél, és ennek a csomagját is viszed magaddal egy életen keresztül. Igen. És hogy az, hogy volt-e neked például meg nem született ikertestvéred, anyádnak, apádnak, és aztán egyébként tök érdekes volt, mert hogy szinte minden családban volt legalább 2-3 meg nem született ikertestvér, akit így elengedtünk. Ami nekem szintén furcsa volt, hogy hű, de nagy az egyfő első ikertestvérek ezt a Mari mondja, száma. Hogy ez aha. Volt. Ugye? Tehát, hogy erről nincs orvosi papírod, meg ilyen. Nem, gyerekek, a Mari azért egy klinikai szakpszichológus, pszichiáter. Jó, tehát, nem bánt. Gyerek, nem. Pszichológus, pszichiáter, tehát ő egy nagy... Ennek azért egy nagy ágyúja, tehát ő egy nagy... Hogy mi van, ha egyébként nem egy, sok kókler van, aki 3 nap alatt megcsinálja, és akkor nem egy családot nem állítani, 20 éve csinálja, és nagyon képzett, nagyon durván ez a képzett. Ez elvileg ugye ez a családállítás, tehát lehetsz te terapeuta, családállító, pszichológiai végzettség nélkül is. A Mária az ugye azért érdekes, meg azért jó, mert hogy neki erről van papírja. Tehát pszichoterapeuta, gyerekszakpszichológus. Igen. Jó helyet, a hiteles szót használ. Tehát hogy azért az jó. Németországban csinálta a család. Diplomával rossz fogat húzott ki. Mindegy. Na, de visszatérő az alap, tehát az emlékező mezőben abban hiszek, mert a faluban állunk a Zoli, ahogy ellopta a fát a Sanyi bácsiéktól, keresztül ment a búzamező, és a Sanyi bácsiék úgy tudták meg, hogy hova vitték a fát. De hogy követték a lábnyomokat a búzamezőn. Mert traktorral vitték át. De egyszer neked kellene. De várjál, mert az volt az emlékező mezővel, hogy visszalopta a fát, és trágyát borított benne a Sanyi bácsi a Zolikáékhoz. Érted már, évek óta miért nem beszélek. Bulvárban se rádiózásról, vagy semmiben. Ugye, amikor mondták azt a 6 méter sínt, azt húzták maguk után az ettóra, azt a végig az... karistolta a mezőt, Feri, az szerintem neked mező. Lenne érdemes egyszer elmenni. Én biztos, hogy elmegyek egyszer, csak az a baj, hogy ott lér fog állna egy böllér, állna egy szalonna. Nem, a kolbászos, a böllér, a szalonnás, meg a Józsi a húsos. Álljatok fel a morfogenetikus mozikba. A szemedben mondom, édesapám, csak azért vágtam le annyi állatot, öltem meg annyi kecskét, jól, birkát és marhát, meg a sertésekről nem is beszélek, mert az csak a himiumi, mert hogy a puttonyra cipelte meg egész életemben. Ezt a szemedben ülle, mondom. Ülle három ember, azt mondja, te ki vagy? Én a malac. De akkor már bökni. Megfekszik mindenki, mert ez egy teríték. Édes anyám, mert ez egy disznóvágás, igen. 1978-ban, decemberben még csak 3 csülök volt az asztal, amikor mi 4-en vagyunk a családban, érted? Tehát ott az ilyen problémák. Hát nem tudom. Érdemes tapasztalni, szerintem, aki kérdésekkel küzd a családját, illetve egyszer érdemes elmenni. Sokat nem vesztesz, te elmész kipróbálni. Jó emberhez kell menni, a Mari szerintem jó. Sok a kókler, de én 2 éve voltam, nekem nagy élmény. Egyébként érdekes. És változott egyébként az a probléma, amivel te mentél? Az... Igen. Még nem is kell nagyon kibeszélni, hogy magától egy-két dolog úgy helyre, meg az, hogy megérted. Az nagyon fontos szerintem. Hogy milyen szerepeket játszol egy családban, hogy milyen vagy a gyereknek, hogy miért úgy viselkedsz vele, miért olyan a viszony, és ezt megérted, az akkor onnantól kezdve helyre is áll. Na jó van, na köszi jó van. Júli. Én köszönöm, puszillak. Jövő héten Szabin vagyunk, úgyhogy... Jövő hét után vagy pornó, vagy valami. Jó, tehát sűrűjeiben merüljünk bele. Jó. Köszi. Vagy pornó, jó. Vagy kóbász. Csöcsök, várak, pornó, kóbász. Valami proli kompatibilis témát, mert én itt érted, csak vakarózok, hallgatom, hogy nekünk hozzá valamit minden reggel. Csöcsök, várak, pornó, disznó. Kóbász, hát most. Kóbász. Valamit. Keresek valami sikamlósat. Az jó. Köszi, Júli, puszi. Hármas ugrás, játszunk már is valaki, nem? Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, sziasztok, fiúk! Hello, szia! Egy forma, egy gurú?
Hát bízom benne, már kell is korom ott nézem. Bocsánat, hogy Dani vagyok. Danikám, hello, nem is kérdeztem, de látom. Dani, oké, vágjunk is bele. Ugye tudod, hogy vannak sima jegyeink, vannak extra jegyeink, vannak szupergold jegyeink, Red Bullos relikviák, a mindenünk van. De az ügyesnek kell lenni. Jó? Hát bízom benne. Na figyelj, nincs sok idő, nincs internet használat, azonnal mondani kell. Oké? Okay? Még egy olyan játszunk, mint tegnap. Az biztos, hogy nem lesz. Mehetünk? Persze. Na, hogy szól az első kérdés, Janni? 2 darab 3-os állójegyért. Ki az a pilóta, aki jelenleg 98 ponttal az 5. helyen áll a világbajnoki pontversenyben? Első, tudom, második, Hamilton, Raikkonen. Hát, nem hiszem el, komolyan mondom. Miért? Hát miért ilyen nehezet kérdezem? Első Rosberg, Hamilton, igen. Harmadik a Raikkonen. Igen. Negyedik a Vettel. Ötödik a... Nem, ötödik a Vettel, 98 ötödik a pontos, hogy segítsek. Ja igen, mert nagyon rossz verció, most kívül ezt mondom. Ezt nem hiszem el. That's okay. Igen, Ricardo negyedik, ma megelőztem most 2 ponttal, a pizza. De néha, mindent tud. Hát mind gyereke. Tudod, hogy hány ponttal előzött meg, ne csináljuk már ezt komolyan. Hát akkor adjunk már egy állójegyét. De mi, milyen nap van szerda? Igen. Tehát ez legyen a holnapi kérdés. Hát nem, hanem hogy az egyedik a van. Igen, ki volt a tavalyi világ? Ez egy tehát ez egy első kérdés, Jani. Jó a kérdés, érted? Tudja a hallgató, itt megint azt történt, mint tegnap, hogy megzavarodott az agya. Aha. Érted? Tehát 2. Mert belehajszoltuk a rossz választ. Érted? Tudja, hogy 2 ponttal negyedik, vagy mennyivel, mit tudom én. Hát most egy profi. Muti a második kérdést? Ha meg, akkor az övé az állójegy, mint tegnap. Hát legalább ennyit csináltam. Itt fog ránk rohadni az összes jegy. Vagy hazaviszem én. Vagy... Nehéz? Én nem... Tehát, hogy... Nem nyitsz meg egy formula1.com-ot, érted? Tehát, hogy amikor játszol, vagy... Nincs neki internetje. Tehát, hogy nincs internet használat, hát én szót fogadtam jó, a fejből, persze, ami ment. Persze, nincs internet használat, ez mi is tudjuk, hogy... Egyezünk ki valamiben, mibe egyezünk ki? Mert nem akarom, hogy rajta maradjanak a jegyek, mert nem fogod üzérkedni a futam előtt, érted, eladom majd 100 euró kér. Hát most valamit csináljunk. 2 darab állóadom végére, tesó. Hm? Tökéletes. Na, akkor válaszolod meg a következő kérdést, jó? Tesó, gyorsan. Okay. Jó? De azért, mert ilyen Forma 1 hetünk van, és nem akarjuk jó, tényleg, hogy rajtunk maradjanak. Jó, azért. Tehát majd meg... Na jó, na jó. Én nem tudom. Ha ez se, akkor semmi. Mehetünk? Tudom. Jó, okay. Gyorsan egy pótkérdés. Na, csak nagyon jó szívek vagyunk. Melyik államban rendezik idén az amerikai nagy díjat? Idén? Államba? Igen. Mi van? Ez nem állam. Igen, az jó, odáig jó vagy, már majdnem elfogadtok. Osztin, futam, vagyis melyik állam? Melyik állam az? Melyik állam? Jó délem, jó kaubolyos. Texas. Na jó. De szép megfejtés. 2 darab álló valahol a domb végére, nagyon messze. Látcsövet vigyél. Tökéletes. Ez azt köszönöm, fiúk. Igen. Vagytok a legjobbak. Ezeket a szavakat kerested valamit. Jó van. Oké. Át isteni szerencsét. De rendesek vagyunk. Át isteni szerencsét van veletek, igen. Én dumáltalak be odáig, csak mondom. Feri volt. Feri volt. Nem kell, nem ezért mondtam. Feri lobbizott. Igen, tudom. Találkozunk valahol, fizetsz egy fröccsot. Oké, megbeszél. Akár 2-t is, Feri. Nem kell, ügyeskedj. Tényleg fura, hogy mindig meglepődnek a hallgatóink, nem? Amikor olyan kérdések vannak, ami bármelyik pedig oldalról letölthető. Igen, ilyen. Hogy Forma 1 lesz a héten. Jól van, figyelj, na, adjuk a 2 jegyet, oké, okay? Tani? Ciao. Köszönöm szépen, ciao, sziasztok! Hello! Szia. Ciao, ciao! Sziasztok, hello! Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Jó, van, kapott tétel a jegyet. Na, azért az sem rossz. 3-4-10 lesz, 1 perc, jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanataiban. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Imádok Lacival a Heringer-féle családállításról beszélni. Tehát már milyen szántottatok, na ha az lehet, hogy milyen szántottatok, itt izgatott a hallgatók Janival, hogy... Meg kellett bélenem, hogy miért rossz és miért hülyeség, és egyébként az egész miért marhaság. Ja, ne, én most megmondom őszintén, nem figyeltem, mert azon gondolkodtam, milyen kérdéseket fogok holnapra írni. Mi volt Prost vezeték neve? Mi volt Nigel vezeték neve? Sel, Mansell. Tehát körülbelül nagy ilyen éjeket tudok elképzelni, igen. Fejezd be, Hungaroring, így van, megvan. Nagyjából ezeket tudom, igen. Hány kereke van egy Forma 1-es autónak? Szerintem ezek nagyon jó nyeremények. Nem lehet csak úgy ilyen, tényleg ilyen alibi kérdésekkel
megnyerni őket, ehhez képest most azért odaadtuk őket, jó fejek voltunk, de akkor holnap tényleg akkor könnyítünk rajta, és akkor majd akkor biztos, hogy elviszik. A beúró kérdésre válasz mondd már rá, hogy ki a professzor. Ja, természetesen Ele Prost. Valaki írt egyébként Niki Laudát is. Írták, gyerekkora óta rajong a Forma 1-ért, ő úgy gondolta, hogy ez Niki Lauda. Nem, Ele Prost. Ele Prost, így van. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ma reggel tantra tábort talált Feri, ezzel meg is lepett bennünket. Kora reggel vizionálta, hogy milyen lenne, ha mi is szabadságra küldenénk saját magunkat, és tantra táborba mennénk. Egyébként nem rossz az ötlet, sajnos külföldön van, nem Magyarországon, de elképzeltük, hogy mi történhet ott velünk, vagy mi történne. Valamint Jani rákérdezett arra, hogy mi van a gonosz nénivel, aki az utcánkban lakik, és mindenkinek kilövi a bal szemét sörétel, ha ersz menni, enni mersz a megyfájáról. Nem sörétel, megy maggal. Megy maggal, igen. Én tegnap elmeséltem, hogy ilyen megállunk a fáj alatt, és amíg nem kezd nagyon masszív öltözésbe, addig kicsit legeljük a megyét. És elhatároztuk, hogy megpróbálunk vele kibékülni. Jani azt mondta, nyújtsunk béke jobbot, és hát ennek találtuk ki a rendszerét, hogy hogy kellene a nénjével kibékülni, hogy ne lője ki a gyerek összes szemét. Úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2 perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello, mi újság. Szia. Amikor én gyerek voltam, akkor a házunk előtt volt egy meges cseresznyefa, de az nem, nem a miénk volt, hanem a szomszéd. Én imádtam. De aztán emlékszem, hogy egyszer jöttek ilyen felnőttek, és úgy szerettek volna cseresznyét szedni, hogy ők letörtek egy egész ágat, és akkor azt úgy vitték magukkal. Hát nem ácsorognak a házunk előtt, érted? A szemtelen egy picit. Igen. Az egy kicsit a durva volt. Ez egy drasztikus beavatkozás. Apám olyan rossz megyet ültetett az utcára, hogy soha nem lopott róla senki. Borzalmasan rossz. De az bosszú volt. Direkt. Azt mondta neki, ez pálinkának jó lesz, senki megkóstolta, és rohadt életbe. Tudom, nem ízlett senkinek. Ilyen irgalmatlan, savanyú cigány meg volt. Kicsit nagyon rossz volt. Azért én már rájöttem, hogy az egy védekezés volt. Mi ellen? A barátok ellen. Amely? Apád pálinkát ne ígyák meg. Rosszak voltak a tapasztalatai. Na jó, van, hívjuk a naphallgatóját. Aztán elbúcsúzunk. Csabi, mi újságod, így mondjuk, minden oké? Okay? Meleg van, meleg van. Strandon kéne lenni. Ti ilyenkor, amikor végeztek, akkor aludni mentek, vagy strandra? Ne, strandra aludnunk. Kimegyünk a polára alul, az árnyékba. Egy vaníliás goflival a fejemben. Kimegyünk, ezt értem. Nézem a bulatokat, a tücsén, hallgatom a menetát, amit akarsz, lángosod. Az bizony, jó reggel. Hello, de jó vagy. Hogy hívnak? Norbi vagyok. Robi? Norbi. Norbi. Norbikám, általában viccet nem szoktunk megválasztani a naphallgatójának, de most nem volt jó. SMS. Azt írta nekünk, mi az abszolút bátorság, Bárány Attila fellépése a Karcagi birka főzőt. Röhögtünk rá. Röhögtünk egyet, szerettünk. Úgy döntöttünk, hogy egy évben egyszer lehet egy olyan hallgató is, aki viccet küld, mert nem nagyon szoktunk se viccet mesélni, se mondani, se felolvasni műsorban, de most ezt szerettük, és mivel nyár van, uborka szezon, itt elettél a naphallgatója. Örülök neki, köszönöm szépen. Merre hallgatsz minket? Karcag. Karcagon. Az jó. Hát akkor szép hétvégét. Dolgozol? Hétvégét kedden? Kicsit, igen, dolgozok. Kicsit előre dolgozok, gondoltam. Most van kávészünet. Mit csinálsz? CNC-gépen dolgozok. Hol? CNC-gépen dolgozok. CNC-gépen dolgozok. Eszterga vagy Maró? Elhajlító. Elhajlító. Hát akkor jó munkát és kitartás ebben a nagy melegben. Köszi. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Hello. Csabikám. Selena Gomez. Tényleg? Jó. Selena Gomez, akit ugye gyerek sztárként ismertünk meg, mint színész. De hallgatni fogjátok. Mert aztán ő énekesnő, tehát elég hamar kiderült, hogy énekelni is tud, és most erre nagyobb hangsúlyt helyez, mint a színészetre. És a második Revival lemezéről hozok most egy friss klassz lágert. Kifejezetten Janinak. Hát az Jani nagy Selena Gomez rajongó. Bár csak én vagyok. Vele fújjat az Ashton Kutcher, nem? Volt ilyen is. Nem ez a Selena Gomez, ez egy 14 éves kis. De az volt. Az volt. Volt. Az volt. Volt. Na, meg nagyon jó család. Mekkora? Keres csak rá. Komolyan? Hol, nézd meg. Egyből tetszeni fog a dacs. Szerintem szeretném. Pakolnád, mint a befőttel. Rád, mint a bizt. Valahogy nekem Selena Gomez ezt a nevet kimondom, egy 13 éves egy cserfes, egy cofos kis. Tehát, az volt. Mickey Mouse klubból jelenik meg. A cserfes kislány. Felnőtt a cserfes kislány? Tényleg felnőtt a cserfes kislány. Csókolom, csókolom. Csókolom. Ugye, hogy na, ugye, hogy milyen jó dalt hozom? Na, ugye, Zsáklin, gyere. Még a dala szerintem szar, de mindegy. Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig holnap. Hatkor szevasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.
Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.